Schadenfreude. We're meant to be sad when others fail, but German more wisely accepts that we often feel happiness, Freude, at the misfortunes, the Schaden of others. That isn't because we're mean. We just feel deeply reassured when we see confirmation that life is as hard for other people as it is for us. Wir bekommen leider nichts mit an der Bar im Atomino. Wir haben gehört, unsere Songs laufen im Radio und im Fernsehen. Darf man das ignorieren? Muss man das ernst nehmen? Will man das diskutieren? Kredibilität liegt immer noch in weiter Ferne. Wir sind nicht Tokotronik und wir sind auch nicht die Sterne. Wir sind so wie wir sind, klingen wie wir klingen, auch wenn die eben die Polizeisirene blinkt. Auf Tour jeden Tag, irgendwas ist immer los. 140 Shows oder eine Nase Koks, so so. Wir machen Arztenmusik, alles klar. Für das nächste Mal ein Kraftclub mit K. Wir schrauben Hits, kommt das Album dieses Jahr? Wir glauben nicht, denn im Studio sind 44 Grad. Statt in die Knie und wir reden mit den Fans. Echt, ihr müsst uns glauben, wir setzen die Trends. Denn bei uns klauen alle diese schwedischen Bands. Nézted azt a videót, ami most került ki, bár lehet, hogy mikor a buszon voltál épp akkor. Élesítette a 444. Nem tudom. A magányosságról szóló. Igen. A BBC. Vagy valamelyik hasonló csatorna készítette egy ilyen, mit, a 20 perces videó. Á, ez túl hosszú. Láttad, vagy nem láttad? Hogy láttam volna? Hát egész nap dolgoztam. Nem láttam. De minden esetre köszöntöm sok szeretettel a hallgatókat. Nem is érdekel a téma? De érdekel a téma. Megint már nem a mikrofonba beszélsz. Tehát ahogy elkezdtük a felvételt, azonnal nem a mikrofonba beszélsz. Érdekel a téma. Így jó. Elrepült melletted, fölötted a 16 év, amíg rádióztál. Így jó. Most köszöntheted. Akkor köszöntöm a rádió hallgatókat. Ez itt a Gomba Presszó. Köszöntsd őket külön-külön. Egyesével? Hát ha nem is egyesével, nem. Egyes hallgató. Köszöntsd őket korcsoportonként. Jó, visszafelé megyek. Tehát először köszöntöm a nyugdíjasokat. Megmondja, mennyi nyugdíjas hallgatónk van? Mennyi? Mondjuk ez hetente változik. De mondjuk körülbelül, hát egy olyan 5%. Jó, tehát az durván 500 000 ember. Hát kb. Kb. Óvatos becslések szerint. Na köszöntsd akkor a nyugdíjasokat. Hát köszöntöm sok szeretettel a nyugdíjas hallgatókat. De csak ebben fog különbözni a köszöntés, hogy a nyugdíjas szót kicseréled majd a középkorúakra. A fiatalokra és a gyerekekre. Így van. De mi lenne a saját stílusukban? Tehát, hogy jó lesen egy... Hogy szereti egy nyugdíjas, ha köszöntik? Hát semmiképp nem, hogy öreganyámnak hívja, vagy... Tehát, hogy nem így, hogy köszönteleg öreganyám, öregapám. Nyilván. Akkor van nekik, hát hogy ma is milyen jól néznek ki. Hogy tisztelet teljesen,
de hogy hát igen, milyen jól tartják magukat. És hát ugye az ahhoz, is egy... ahhoz képest? Nem ahhoz képest, hanem hogy úgy általában. Hány évet tagadhatnak le? Én hát szerintem mit mondasz. Én azt mondanám, hogy egy 20-ast. Én csak azt mondom, szerintem egy 20 évet bárki letagadhat. Ha 65 pluszos hallgatóink vannak, és azok a gombapresszót élvezettel hallgatják, azok 20 évet letagadhatnak. Simán. Szerintem is. Simán. Szerintem a 20 évesek is. Na de ne szaladjunk előre. Köszönjük a 40-eseket. Abból van. Hát. Legtöbb. Talán. A gerincét az adja, igen. Aha. Csalóka, mert hogy 40 év alatt a hallgatóink fele van, és 40 év fölött is a hallgatóink fele. De úgy, hogy 40, most már pontosan nem tudom, hogy van. Ez a statisztika egyébként, ez teljesen... Irreleváns. Teljesen értelmetlen, amit mondok, mert ez annak a maroknyi társaságnak a statisztikája, akik mond a nevét, Spotify-on keresztül hallgatják. Aha. De hát, hogy... Kiknek száma egyébként dinamikusan növekszik. Hát ennek én örülök. Na, köszönjük a középkorúakat. Mit várhatnak ma tőled? Ma tőlem hát a szokásos. De Divya, a nyugdíjasok is a szokásost várhatják. Kicsit nem tudod megszólítani őket? Hát baszki, de... Hát ma gyakorlatilag... Tibi, egy közepesen jó rádióműsornak, mely rádióműsort érdekli az, hogy a hallgatói hogy érzik magukat, mikor a rádióműsort magát hallgatják, azoknak érzékenyeknek kell lenni mindenféle típusú hallgatói csoportra. Én abszolút érzékeny vagyok. Akkor tessék, bizonyíts be, köszönjük a középkorúakat. Olyan témákat hoztam, mely középkorú hallgatóinkat nyilvánvalóan érdekelni fogja, hiszen ők már abban a korban vannak, amikor ugye amikor a klímát üzemeltetnek. Fontos. Elmondom, gyerekek és felnőttek, Tibinek egyetlen témája van, a klíma. De abból három. Hát arra azért nagyon kíváncsi leszek. És ezt a témát is tőlem kaptad házi feladatnak. Ajándékba, igen. Jó, és köszöntöm a gyerekeket. Hát érezzétek jól magatokat. De 20 éveseket? Ja, 20 éveseket is. Ja, igen, nagyon persze. Sokan vannak. Nagyon sokan vannak. 20-asok, 30-asok, nagyon-nagyon sokan vannak. Őket külön köszönst. Őket külön köszöntöm. Külön kell bontani a 20-asok, 20 éveseket és a 30 éveseket? Nem, én egy kalap alá veszem őket. Így 60 felé már ez... már így visszanézve nekem ilyen már ez ugyanaz. Ilyen messziről nézve szinte teljesen egyformák ezek az emberek. És bizony egy elég masszív részét adja a hallgatói táborunknak a 20 év alattiak. Csak mondom. Igen. 16 év alattiak. Azt a 7%. Nem, a 16 év alattiak az 1%. Jó, most már nem emlékszem. Jó, akkor nekik pedig majd a végén mondok egy mesét. Nem, most a 16-tól 25-ig. Azt mondom, az ugyanaz. A 16 év alatti hallgatóinknak, hát az már 1% az mennyi, akkor az egy 100 000? 100 ezer körül van. Szóval annak a 100 ezer kiskorúnak üzenem, hogy azért óvatosan a hallgatással. De mindenképpen számukra is tartogat mindenféle tanulságos következmény. De egyébként is azt gondolom, hogy ennek a korosztálynak, ennek a 16 éves korosztálynak, aki ugye most még tanul, reméljük. Reméljük. Az egyik legfontosabb, most hallgattam éppen valamelyik rádióban, beszélt egy oktatáskutató. Tibi, zavar az, ha én közben a torokfertőtlenítővel fertőtlenítem a torkomat? Engem aztán nem zavar. Hogy a legfontosabb készség, amit el kell sajátítani olyan 16 éves korodig, az az, hogy hogyan tudod megállapítani egy információról, hogy igaz vagy nem. Ez hány éves korig kell? Ez 16 éves korig el kell. Tehát ha valaki addig nem tud erre jó technikákat magának kifejleszteni, találni, tanulni. Közben kezet fertőtlenítem. Hát az a súlyos hátrányokkal kezdi aztán majd a felnőtt életét. Tibi, szerinted, hogyha a magyar lakosságot 100 egységnek veszünk, mondjuk 100-an laknak az országban, szerinted hányan bírják a magabiztosan a valós és a valótlan információk elszeparálásának képességét? Szerintem olyan 15. És azokon már nem lehet segíteni? Vagy miről szólt az a beszélgetés, amit hallgattál? Arról szólt egyébként, tehát hogy a tanulásról, meg a tanításról, meg az információszerzés, hogy mennyire nem igaz például az, hogy elegendő mondjuk az interneten utána nézni valaminek. Ezt hát, állította milyen... a tudós, hogy nem elegendő? Igen. Tehát, hogy ezek a készségek azért már... Tehát, hogy oké, hogy régen azért kellett megtanulni egy csomó mindent, meg bemagolni, meg bebiflázni, mert hát ugye korlátozottan voltak elérhetők ezek az információk, és amikor szükséged volt, akkor nem az volt, hogy előkapod az okostelefonodra és megnézed. Mert hogy ma már ezt ugye... Tehát mennyiségi elven
sajátítottuk el a szükséges tudást, hogy egyszer majd jó lesz valamire. Ma egyszer jó lesz valamire. Ezért kellett túlbiztosítani a tudást. Igen. Mert hogy... Mert sose lehet tudni. Igen, tehát hogy még nem... Amiért apósom elrak mindent, mert valamire jó lesz majd. Nincs, tehát hogy nincs mindig a 16 kötetes lexikon a hátizsákodban, meg ilyenek. Na jó, de és akkor ez hogy van lefordítva a mai korra? De ez úgy van lefordítva, tehát hogy most, amikor az információ birtokában lehetsz viszonylag gyorsan, igen, akkor viszont el kell tudni döntened, hogy az egy releváns információ, igen, vagy nem releváns és információ, ehhez, és igaz, és vagy hamis. És ehhez is kéne sajnos az a... És ehhez kell egyfajta képesség. A kritikus mennyiség tudás, a tudásnak. Valamennyi tudásnak mindenképpen kell lenni, hogy értem, ezt el tud dönteni. Értem. Tehát például... Igen. Mondjuk például, és akkor mindjárt a klíma egyet hozom be. Még ne kezdjünk bele. Ja, ne kezdjünk bele. Mondj egy másik példát. Mit mondtak az adásban? Amit hallgattál. Az adásban rádióműsor volt? Rádióműsor volt. Te szoktál rádiót hallgatni? Igen, autóba. Ja. Tehát ritkán. Igen? Ott így konkrétan nem hoztak de példát. De mi volt a javaslat akkor, hogy mit csináljunk? Nem, hát a javaslat az olvasunk az, olvasunk sokat. Hogy nem, hát itt ugye azért mégiscsak a tanulási folyamat. Hát ott nem azt mondták, hogy, tehát, hogy ezt nem egyénileg tudod beszabályozni. Tehát, hogy jó, tehát, hogy az oktatásnak kellene olyannak lennie, hogy erre koncentráljon, ha nem is mindig direktbe, de ugye azt, hogy el tud dönteni mondjuk például azt, hogy elhidd, hogy az autódnak a fogyasztása az mondjuk a felére esik, hogyha beleszerelsz egy mágnest a porlasztó elé. Tehát ezt, hogyha valakinek van egy alapképzettsége... És lásd még az ezerféle csoda folyadék. Igen. Az alap, tehát ha az alap tudásod megvan, akkor ezt már eleve el tudod Irányos. Dönteni, hogy ez egy ökörség. Tehát, hogy ne így. És ugye azt mondja a tudós úr is, és ezt magam is tapasztalom, hogy a nagyon könnyen hozzáférhető információknak egy túlnyomó része hülyeség. Ez így van. Ez így van. Tehát, hogy ezért van. Na most, Tibi, jó, akkor ezek szerint a tudós professzor az oktatást hívta segítségül, hogy az ő feladata lenne, hogy olyan tudásbirtokába jutassa a gyerekeket 16 éves korig, melyüket majd eligazítja ebbe a bizonytalan világba. Így van. Amikor csőstől jönnek az ökörségek. Na most figyelj, de akik már túl vannak azon, hogy ezt a tudást beszerezzék. Tudod honnan, milyen kapaszkodó van még az ő számukra ebben az életben? Hát a gombapresszó. Például a gombapresszó. Engem. És most nem is feltétlenül csak a gombapresszó, hanem az olyan emberek, mint te meg én, akik ennek a képességnek, hát ennek masszívan a birtokában vannak. Lehet, hogy fogok nyitni is egy olyan, mi ez, rovatot, hogy a hallgatók, akik elbizonytalanodtak, valamiről nem tudják eldönteni. Mert ugye az internet népe az azért tényleg csak a bizonytalanságot építi ki az emberbe. Tehát például, hogyha az ember helyesírási problémával találja magát szembe, és rákeres egy szó helyesírására, akkor az ilyen és olyan fajta írására is, hát mit mondjak, milliárdnyi nagyon okos ember szólal meg, hogy ezt így vagy úgy kell írni, egymásnak teljesen ellentmondóan. De itt vagyunk mi, akik mind, hát Tibi, most viccet félretéve, de tényleg, azért mi tényleg sokat tudunk. Szerintem is. Igen. És ráadásul nagyon szerteágazó az ismeretanyag, aminek a birtokában vagyunk. És most már nem sok időnk van, hogy ezt továbbadjuk, hogy ezt megosszuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy jó ötlet. El ne felejtsük jövő hétig. Majd visszaolvik az adást. Csinálok erre egy megfelelő jó kis felületet valahol majd, valamelyik csatornánkon, ahol az egyszeri hallgató, legyen az 80 éves vagy 16 éves, hogy elbizonytalanodik apró kérdésben, közepesen fontos kérdésben, illetve az élet nagy kérdéseiben, nyugodtan forduljon hozzánk. Hát hogy megválaszoltam, hogy van-e igaz barátság férfi és nő között? Emlékszel már, mi volt a megfejtésem? Van, csak nagyon ritka. Igen, tessék. Ez így van. És akkor lehet tovább menni. Egy nagyon fontos kérdés kipipálva. Akkor legyen egy ilyen rovat? Jó, legyen. Te milyen témaköröket válasz? Most, az a baj, most a bőség zavarával küzdsz. Igen, tehát, hogy most miről mondjak le? Hogy mit adját nekem? Jó, átadom neked a párkapcsolati dolgokat. A párkapcsolati, Tibi, azt én át is veszem, nagyon szívesen. A párkapcsolat és az ahhoz kapcsolódó minden al témakör. Jó, azt akkor az a tiéd. És amíg gondolkodsz, hogy te milyen témakörökben
hát mondhatod magad professzornak. Igen. Addig elmondom, hogy az semmiképpen ne zavarjon meg senki. Nem, semmiképpen ne kérje rajtunk számon, hogy csak olyan kérdésekben adjunk mi nagyon magabiztos útravalót a hallgatóknak, mely a mi saját életünk alapján van kipróbálva. Nem. Hát nem pont erről beszéltünk. Igen. Hanem kell az a tudás, az a felhalmozott tudás, akár könyvekből, filmekből, a társasági életünk során felszerett információkból, betegesen nagy figyelemmel való közlekedéssel az utcán, az emberek között, hát ezerféle forrása van annak, hogy az ember ennek a hatalmas tudásnak a birtokába kerüljen, mely téged és engem is jellemez. Tehát nem arról van szó, hogy én csak akkor fogom tudni megmondani, hogy mondjuk egy tojás záptojás vagy nem, hogyha egyszer tudok tojni tojást, hanem anélkül is tudom. Jut eszembe, Tibi. Igen. Most a hétvégén nem volt nagy főzőcskézés, de két olyan étel is volt, amiben sok tojás kellett. Például a palacsintában. Igen. Hát 4 tojásból készítettem. Fú. Elég sokat. Azért az nem kevés palacsinta. Szerintem 40 palacsinta. Hát, ha 40 nem ismert, én nem vagyok híve a hajszálvékony palacsintának. Én egy picivel vastag, mint anyukám olyan vastag. De nekem az egy tojás, az 10 palacsinta átlagosan. Hát jó, de az neked eltart egy hétig. De mi voltunk rá 3-an. Mondjuk Liza csak egyet evett. De még Misi meg én is bőven 4 emberrel kiteszünk. Hát figyelj, hol másnap reggelre 2 maradt. Csak mondom. Jó, mondjuk elpocsékoltam, majd térjünk vissza a témához, most csak zárunk. Mi mindig a zárójelen belül vagyunk, ne felejtsd el. Jó. Szintaktikailag helyes kell, hogy a végén ki kell raknunk egy bezáró zárójelet. Hol tartottam? Hát, a zárójelen belül. Közben jött valami palacsintasütéskör. És azon gondolkodtam, miközben ütöttem bele a tojásokat a kimért lisztbe, a 45 deka lisztbe, hogy mi van, ha az utolsó tojás rossz lesz, és dobhatom ki az egészet. Jól gondolom-e én azt, Tibi? Igen. Hogy kiindulhatok abból a saját tapasztalatból, hogy az elmúlt 40 évben nem találkoztam záptojással. Igaz az az elmélet, amit ebből kerekítek ki, hogy manapság kevesebb a záptojás, mint régen. Ez egyrészt ez igaz. Igen? Igen. Ez biztosan tudod? Ez biztosan állíthatom. Akkor a tojások az legyen az egyik témád majd, hogyha valaki a tojásokról kérdez. De egyébként, ha elfog a kétség, igen? Akkor fogsz egy poharat, és abban ütöd le. Tudom, ismerem, igen. Ezen gondolkodtam, hogy úgy csináljam, vagy ne úgy csináljam. Hát ha elfog a kétség, akkor úgy csinálnám. De úgy szoktad csinálni? Vagy csak simán ütöd bele egy más után a tojásokat? Én ütöm bele egy más után a tojásokat. Én is. Életemben azt hiszem egyetlen egy záptojással találkoztam, vagy kettővel. Egyrészt ugye... A mai gyerekek már nem is tudják, mi az a záptojás, Tibi. Meséld el a záptojást nekik. Szintén szóval én se találkoztam vele, életemben se. Mondom, én 2-szer is. Igen. Te nem találkoztál a záptojással? Egyetem. Hozok neked majd. Köszönöm. Figyelj, ha egy egészséges tojást nagyon sokáig tartogatunk, az előbb-utóbb záptojás lesz? Biztos. Abba biztos lehet. Akkor van egy a hűtőmben, mert az valahogy kimaradt, és egy tojás meg nem jó semmire, úgyhogy az ott van. Akkor ezt megtartom neked, jó? Jó. Hogy van ez a 100 éves tojás, vagy 100 napos tojás? 100 napos az, azt hiszem. A japánoknál van? Kínaiaknál. Kínaiaknál? Hát valahol messze, tudod. Lehet, igen. De azt nem kell valahogy a földbe ásni, vagy valami? Az más? Az a teknős béka, aki a földbe ássa a tojásait? Minden. Libi, hogy lesz valami 100 napos tojás? Hát, hogy 100 napig. De attól még nem lesz olyan. Nem úgy van, hogy megfőzik, és 100 napig tartják? Nem főzik. Biztos, azt tudja, hogy nyers. De Tibi, ez a tojás lassan lesz. Csak kiütik. Tehát, hogy nem héjába van. De. Nem. De. Hát akkor kifúrják. Tehát, hogy mindenképpen kap egy... Teljesen zöld belülről, Tibi, a 100 napos tojás. Nem ütik ki, hát tojás alakú. Hát akkor kifúrják. Azt tudta, Tibi, hogy miért olyan alakú a tojás, amilyen? Azt tudtam. Elmondod? De már elfelejtettem. Miért hazudsz folyamatosan? Tudod, vagy nem tudod, miért hát ilyen alakú a tojás? Azért, mert hogy a tyúk könnyebben tolja ki. Nem. Plusz ne törjön össze, mert annak a... Nem. Nem. Akkor nem tudom. Ez mind a kettő jó, mert nyilvánvalóan a tyúknak nehezére esne egy nagyon éles szélű, és csupa sarkokkal tarkított tojást kitolni a végbél nyílásán. Egyébként nem a végbél nyílásán tolja, de most mindegy. A gyerekek hétfőn reggel a tojás és a tyúkból írnak dolgozatot, akkor most ne ebből induljanak ki. Tehát ez az egyik, nyilván. Mert az evolúció hogy működik, Tibi? Ha nyilván voltak olyan tyúkok, kik téglatestet tojtak, vagy nem, kockát tojtak. Oktaédert. És ilyeneket tojtak,
És hát azok bizony előbb-utóbb kipusztultak, és megmaradtak azok, akik szép, sima, lekerekített tojásokat tojtak. Ez az egyik, oké. Mit mondtam, mi a másik? A törésállósága, tehát hogy ennek a biztos mechanikája, az benne van. Biztos. Tehát, hogy ne törjön össze tojás, kitojás közbe. De a tojás, hogyha nem lenne az alja szélesebb, mint a teteje, akkor is pont ilyen szilárdsággal bírna. Pont olyan nehéz lenne összenyomni. Miért szélesebb az alja, mint a teteje? És most már nagyon sokat segítettem. Azért szélesebb, azt tudom, tudtam, hogy az alja szélesebb, mint a teteje. Már. Hát, hogy a kis csirke az... Nem. Ugye könnyebben nem. Tudjon a bölcsőbe nem, ott ringatózni. Ezért kell nagyon óvatosan bánni az olyan mondatkezdéssel, hogy hát azt tudom. Nem, nem tudod. Hát, hát nagyon picit gondolkodnál, szerintem rájönné magadtól. Én magamtól jöttem rá. Hát, hogy mert hogy úgy könnyebben ki lehet keltetni, hogy ha áll a fészekbe. Nem. A tojás. Nem. Feküdni is tud a tojás. De úgy nem van... El se tudod képzelni, milyen bravúros megoldása van. Na, megmondom neked, mert nem fogsz rájönni, mert már késő van. Ha délelőtt lenne, rájönnél, nem? Biztos. Akkor még friss lennél. Hogy ne guruljon ki a fészekből. Ez a tojás nem gurul. Maximum egyet tud fordulni, és aztán, mint a Kejfej Jancsi vissza. Bezony. Ez szép, nem? Hát ez hülyeség. Ez nem hülyeség. Hát de te a... Nem, ez nem hülyeség. Nem, ez nem hülyeség. Hogyha olyan alakú lenne, mint egy, nem baseball, mi a másik játék? Pingponglabda. Nem pingpong, te hülye, ami össze van nyomva. Amit dobnak az amerikaiak széles vállal. Ja, amerikai foci. Amerikai labda. Foci. Akkor az, ja, hát a végtelenségéhez tudod gurítani. De így, hogy így körbe-körbe tud csak gurulni. Nem tud elgurulni. Na hát ezért, Tibi. Na hát milyen szép. Ismét egy nagyszerű bizonyíték arra, hogy az evolúció, hogyha hagynánk, akkor minden kérdés megoldana. Az a baj, hogy nagyon lassan dolgozik. Na, Tibi, vettél palacsintasütőt, azt még elmondhatod? Vettem palacsintasütőt. De ez volt az egyik témád? Mert akkor most már túl vagyunk. Nem ez volt a téma. Nem, ez csak... Csináld azt, Tibi, hogy vettél palacsintasütőt. Check. És akkor mehetünk tovább. Miért? Eddig nem volt? Eddig nem sütöttél palacsintát, vagy pedig nem volt erre alkalmas eszközöm? Volt erre alkalmas eszközöm, de a Gergő tönkretette. Miért? Mit csinált vele? Tojás sütött benne. Attól még nem megy tönkre. Hát ez tönkrement. De miért? Mert szerintem nem jól csinálja a Gergő. Miért, hogy késsel vakarja? Á, nem késsel vakarja, de durvábban bánik vele, mint ahogy kéne, meg állandóan ráégette a tojást. De a teflonra nem tud hát ráégni semmi. Hát ezt képzeld, ráégett. De nem tud ráégni semmi. Azért teflon. Hány éves volt már az a tepsidő? Nem tudom, 20. Hát akkor azért, Tibi. Hát azon már nem volt teflon jó formák. Ja, minden esetre, mert hogy ugye beszélgettük pénteken, hogy ugye... Igen, háttérinformáció, Tibivel már pénteken beszélgettünk. És annyira megkívántam, hogy hát mondom... Ja, az én hatásomra? Igen, hogy hát hogy veszek. Büszke nem, hogy csinálok rád. Palacsintát. De akkor ismertem fel, hogy már kidobtuk a palacsintasütőt. Tehát nekem most nem volt egyetlen egy palacsintasütésre alkalmas edényem sem. Mondjuk azért palacsintát lehet sütni sok mindenben, nem kell feltétlenül dedikált eszközt vásárolni hozzá. Nekem dedikált eszközöm van. Hát most már nekem is. Egy olyan gyönyörű, szép. És ütöttél is vele? Nem. Ja, jó, akkor. Nagyon megijedtem. És annyira jó a súlyelosztása. Mármint, hogy az egyenletes szót keresed? Hát, hogy a súlya is megfelelő. Mikrofonba beszéltél. Súlya is megfelelő, maga az elosztás is. Tehát, hogy így próbálgattam, hogy szerintem ezen nagyon könnyen lehet majd. Miért nem úgy próbáltad, hogy összeütöttél 10 palacsintát? Mikor sütöttél utoljára palacsintát? 40 éve. Nem, szerintem egy 5 éve, 6. Igen? Aha. Na jó. Zárójel bezárva. Honnan indultunk? Ja, hogy a nagy tudás birtokában, ezt most szívesen, igen, mert nem vagyunk irigyek, hanem adakozóak vagyunk, mint azt már megszokhatták a hallgatók, ezért majd szétosztjuk ezt a nagy tudást. Ennek valami jó keretet fogunk majd kitalálni. Akkor gondolkodjál, hogy melyik témakörök azok, amikkel te nagyon szívesen foglalkoznál. Jó, hát az állattartással úgy általában. Az állattartással? Igen. De ez ki fog merülni abban, hogy ha valaki megkérdezi, hogy megehetem-e gyermekkori barátomat, ha felkínálják vasárnapi ebédre? Ehetek-e mókust? Ehetek-e mókust?
vagy általánosságban is az állattartásról. Általánosságban is az állattartásról. És itt nem csak a kis állattartásról van szó, hanem hát de miért? Az ipari méretű állattartás. Miért vetted magadhoz ezt a témakört? Úgy éreztem, hogy ez közel áll hozzá. Jó, oké. Ez jutott eszedbe. Igen, ezt mindenképpen akarom. Jó. Ezt mindenképpen. Na, Tibi, ezt még úgy érzem, hogy ki kell dolgoznunk. Nézzük a szolgálati közleményeket. Tibi. Hát mondjad. Először is szeretném felhívni a figyelmedet. Nyilván nem fogod meghallgatni, de a Patreonra. Azt tudod, hogy van egy Patreon oldalunk? Persze, hogy ne tudnám. Ahova hallgatók kis és nagy lelkű adományaikat eljutathatják. És ezért cserébe mit kapnak? Emlékszel még? Igen. Mit kapnak cserébe? Milyen adásokat kapnak cserébe? Hát a kicsinyített fagyizókat. Adásokat. Melyek 10 évvel ezelőtt voltak adásban. És most érkeztünk el, Tibi, a 2009. december 21-i adáshoz. Mely miről volt nevezetes? 2009. december 21. Ezt tudnod kell. A december 21 nem annyira érdekes. 2009. december. Hát a kutyám érkezése? A kutyád bent a stúdióban. Először volt adásban. Aztán azt volt még egyszer, és aztán kitiltottam a stúdióból. Na ez van mostként. Ó. Na ezt meghallgatom. Nem tudod meghallgatni, mert ahhoz adományoznod kéne. De ha nagyon ravasz vagy, kis stílű és pitiáner, akkor bejelölöd, hogy $1 adományozol, ezért meghallgatod, és utána leiratkozol, és akkor hát ingyen meg tudtad hallgatni. Ezt minden hallgatónak mondom, hogy ha valaki tényleg annyira pitiáner, mint Tibi, akkor ezt így tudjátok megoldani. Na kérlek szépen azt mondja, hogy ha már a Patreonnál tartunk, akkor nézzük a Twittert. Annyira szánalmas, hogy nem tudjuk elérni a 400 feliratkozót. Szoktam nézni, hogy mindenféle kutyaütő senki házik, dobálóznak 2000, 5000, 10000 ilyen feliratkozó számmal. Miért nem tudjuk elérni a 400-at? Hát több millióan hallgatnak minket, akkor 400-an miért nem iratkoznak föl a Twitter csatornára? Mondj egy értelmes magyarázatot. Mert nem tudnak róla? Vagy nem tudnak róla? Akkor most mindenkinek elmondom, aki eddig nem tudott róla, hogy a legfőbb kapcsolattartási csatornánk a hallgatókkal az a Twitter. Nem a Facebook, nem az Instagram, nem az anyám picsája, hanem a twitter.com. Ja, bocsánat. Csak mert miért indulatos vagyok. Ott dekkolunk 391-2-3. Volt, ahogy kevesebben lettünk, mint voltunk. Szerintem most is ez lesz. Minden egyes felhívásunknak az a vége, hogy emberek leiratkoznak. A legalja az az volt, amikor tényleg fizetett hirdetést adtam föl a Facebookon, majd leiratkoztak ketten. Ez csodálatos. Isten őriz, hogy mi reklámozzunk bármit is. Na jó, szóval, hogy aki még nem vette a fáradtságot, akkor az most vegye, jó? És a 400 az a minimum, hát tehát 1000-et kéne elérnünk legalább. Hát célozzuk meg az 1000-et. Na jó, kiállok én is, beleteszem én is oda. Mit? Az effortot. Mibe? Hát, hogy legyen 1000. De hogy? Mire teszed bele? Majd kitalálom, majd meglepődsz. Lesz csodálkozás. Na, Istenem. Tibi, amikor nem tudsz mondani semmit, akkor nem érdemes hülyeséget mondani, mert ezzel csak felidegesítesz. Na kérlek szépen, következő, most sorrendben írom, ahogy fel van írva. Az adományozó a nagy, már-már hagyományos, immár harmadik tavaszi adománygyűjtő két hetünk nem sokára elérkezik. Hallgatók bombáznak. Mi van? Beleakadt a kezem a mikrofon zsinórjába. Aja, füles zsinórjába. De attól még nem kell meghalni. Egyszerűen csak engedd de el. De megijedtem. De ne hangosan sose ijedj meg. Nem áll jól. Szóval, hogy ugye megkérdeztem, hogy a póló helyett jó lesz egy hátizsák. És egyre hülyébb ötletek jönnek. Kulacs. Miért kulacs? Figyelj, miért kéne valakinek kulacs? Figyelj, a Gergőnél mindig van kulacs. A virágnál is mindig van kulacs. De mit csinálnak a kulaccsal? Viszik benne a italt. A vizet? A vizet. Szörpöt. De mi kirándulnak minden nap, vagy mi? Nem, akárhova mennek, mindig van náluk kulacs. Ez tényleg így van. Olyan helyeken járnak, ahol nincsen ivóvíz? Én nem tudom. De ha Gergő minden reggel kulacsába... Ezt most komolyan mondod, hogy reggel a kulacsába visz vizet? Igen. És aztán beérkezik a munkahelyére, ahol kijönti, mert friss vizet szeretne inni? Én aztán, én csak a reggeli mutatványt látom, én tovább nem én látok. Nem tudom, akkor lehet már öreg vagyok, és nem tudom, nem tartom rajta a mutatóujjamat a kulacs használók ütőerén, de én ezt nem pontosan értem, hogy miért kéne valakinek gombapresszó feliratú kulacs. Jó. Aztán valaki mondta, hogy a hátizsák nem jó, ha inkább legyen szatyor. Mi a különbség a szatyor és a hátizsák között?
Jó, az egyiknek van füle, a másiknak meg nincs. Hát van. Jó, ezeket majd még eldöntöm, és nagyon hamar, sőt időben meg fogjátok tudni, hogy miközül lehet majd választani azoknak, akik részt vesznek ebben a nagy eszeveszett észbontó adományozásban. Na most egyébként teljesen csak körülbelül látom, amit tekergetek a telefonomban. Tehát azt hiszem, ez volt ideírva. Jó, azt mondja, hogy megyünk pénteken fotózni, Tibi. Pénteken vagy csütörtökön? Pénteken megyünk pénteken fotózni. Jó. Csütörtökön mentünk volna, de Peti azt mondta, hogy nem jó a csütörtök, jó, ezért legyen a péntek. Péntek. Ezt most csak neked mondom, szolgálti közlemény, csak neked, igen, hogy adást is ott fogunk felvenni. Tehát nem marad el az adásfelvétel, hanem ahogy közeledünk a fotózás színhelyéhez, közben is fogunk beszélgetni arról, hogy hogy kéne viselkednünk, hogy szépek legyünk aztán a végeredményen. Ott bent magával a művésszel is fogunk beszélni, és hát rögzítjük annak a hanganyagát, ahogy elkészülnek a képek. Nagyon-nagyon vicces lesz. Na most sokat vársz tőle? Egyetlen egy komoly akadálya lehet ennek az egésznek. Akár még füstbe is mehet. Mert Peti a művész, ő egy érzékeny ember. Hát, mint a művészek. Igen. És nagyon nehezen viseli, hogyha én viccet üzök a fotózás tudományából. Márpedig ismersz engem, én nem ismerek se embert, se Istent, ha viccről van szó. Én eladom az anyámat egy viccért. Ha ő talán nem is, de a félkaromat mindenképpen. És szeretek, hát, pikírt megjegyzéseket tenni. És amikor ott voltam nála, előzetes megbeszélésen, ahol is meg kellett volna beszélnünk, ugye, hogy hát hogy lesz, mit hozzunk, nem tudom, hogy folyamatosan sértegetted, és belekötöttél mindenbe az volt élő egy, fába. Ott volt egy barátja, akit éppen fotózott, akinek mindenféle instrukciót adott. És én erre gúnyos megjegyzéseket tettem. És úgy vettem, szinte, hogy mondjam, harapni lehetett a levegőben a feszültséget, és Petin, pedig csak hátulról néztem, a tarkóján is egyértelműen láttam, hogy tehát jól láthatóan, és ha egy kicsit csendben maradtunk volna, szinte hallani lehetett volna, hogy hogy fogy a lelkesedése. Mert ő kérdezte meg, hogy na mikor megyünk már fotózni. Most ott tartunk, hogy mindenfélét kitalál, hogy mikor, miért nem ér rá. De én Petinek innen is üzenem, ha akár hallgatja ezt, akár nem, ha nem hallgatja, akkor azt majd személyesen el fogom neki mondani, hogy én nagyon-nagyon sokra tartom az ő szaktudását és művészetét. Nem véletlenül hozzá megyünk fotózni. Nem azért, mert ingyen van. Hanem azért, mert hogy végignéztem az összes szóba jöhető, hát mit mondjak, egy órányi utazással elérhető fotóművészt, jelentős fotóművészt, portfóliójukat összehasonlítottam, és a végén kiválasztottam a legjobbat. Ez ő. És így aztán sértegetheted. Majd szólj már rám. Jó. Hogy ne csináljam. Jó. Kicsit rúgjál meg, amikor úgy érzed, hogy túlzás. Jó. Tudod, miért, mikor borultam? Nem, még az, hogy kiborultam, csak mondtam neki, hogy legyen benne egészen biztos, hogyha velem így beszél, akkor úgy itt hagyom, mint eba szarát. Ezt nem használtam, ezt a szót. Hát ne, hogy fordítsd a fejed, gyere előrébb, húz hátrébb, told ki az orrod, fordulj 3 fokot fölfelé, gondolj arra, hogy ma mi volt a legjobb élmény. Folyamatosan utasításokat ad, hogy mit kell csinálni. Tibi, akkor lehet, hogy engem nem fotóztak eleget életemben, az úgy volt, hogy leültem egy székre, azt mondták, kat, vége. Nem? De volt olyan fotózáson, ahol művészek fotóztak téged? Hát volt, egyszer készítettek rólam, de egy Tibi, gyakorlatilag az aktképek nem számítanak. Hibátlan igazolványképet. Na, ezt mondom. Hát, hogy... De az... Ott a fotós, igen. Az ugye miután nem tudtunk kommunikálni. Mikrofonba beszélni. Nem tudtunk kommunikálni. Igen? De ugye, miért más nyelvet beszéltetek? Hát ugye nem ugyanazt a nyelvet beszéltük. Ez külföldi országban, volt. Ja, mert neked nem csak, mit van neked Egyiptomban? Ékszerészed? Egyiptomban ékszerészem van, Szíriában. Fodrászom. És hol van a fotósod? És Irakban van fotós. Egy iraki fotós. És igen, és jött. Tekergette a fejemet, lámpát, minden. De a cél az egy igazolványkép volt? A cél az... Azért mentél be? Azért mentem be. Mert hogy nem is igazolványkép volt, igazolványformátumú kép, hát mert így hívják. De nekem csak arra kellett, hogy vásárolhassak, hogy hívják, gyorsan akartam mondani, simkártyát a telefonba. Értem, igazolványkép. Tehát ezért aztán kellett ilyen
képet csinálni, és figyelj, tényleg, legközelebb, ha el nem felejtem, elhozom. Jó, hozd el. És magad is meg fogsz arról győződni, hogy igen. Hogy az iraki fotográfia az messze előtte jár. Nem, hanem az instrukció, fotográf. Az instrukció maga. Az instrukció kevés, Tibi. Ilyen instrukciókat én is tudok adni. De hogy az is kell ahhoz, hogy nem, egy Tibi, jó... szaktudás kell. Jó, de az... Meg ha, lámpák. Tehát, lámpák is kellek, szaktudás, de az is, hogy hova nézzél, mi a nem na tudom. Jó, majd figyelj, meglátjuk. Tehát én azt gondolom, figyelj, jó, nyilván divatfotózáson nem vettél részt. Nem, semmiféle műtermi fotózáson nem vettem tehát részt. Ezért aztán neked ez furcsa. Holott egyébként ez természetes. Szerintem Peti egy, megmondjam, hogy a Peti miért foglalkozik egy kicsivel többet a modellekkel? Már most itt a férfi modellekről is van szó, nem csak a női modellek. Mert hogy ő nagyon szereti magát az aktust, ahogy elkészülnek a képek. Tehát sokkal jobban érdekli a kép elkészülte, az oda vezető út, mint maga a végeredmény. Ezt ő többször el is mondta nekem. És imádja. Én meg nem annyira szeretem. De majd megtaláljuk a középutat. Mire beszéltünk, milyen képek lesznek, csak hogy a hallgatók érdeklődését felkeltsük. Utcai ruhás. Igen. Nagykabátos, sapkás. Sálas. Sálas. Ilyesmi. Pulóveres, nadrágos, kutyás. Természetesen igen. Nem csináltad meg. Ne beszéljünk most erről, mert felidegesítem magam, mert nem csináltad meg, amit megígértél hétvégén. És lesz egy kicsivel lengébb is. De erről csitt. Többet ne beszéljünk. Annyit megígérek, akik már most öklendeznek, hogy túlzásokban nem fogok esni. Ezt itt most szentül megfogadom. Na, de erről majd később. Jó. És azt tervezem, hogyha lesz egy olyan kép, melyre én azt mondom, hogy ez maga a csodálatos képződmény, ami rólunk készülhet ebben az ismert univerzumban, akkor abból posztert fogok készíteni, és ha valaki nagyon szeretné a falára, miért nevetsz, mi az? Nem, azt hittem, hogy ha valakit nagyon meg akarsz büntetni, akkor kap belőle. Hát jó, de nem kötelezhetem arra, hogy kirakja a falra. Na, majd meglátjuk. Ne szaladjunk ennyire előre. Hiszen még három. Nincsetek is kész a képek, lehet, hogy nem is készül el soha. Na, majd meglátjuk. Nem, hát azért készül el, mert ez nem csak rajtunk múlik. Ja. Én nagyon sokat várok tőle. De ezzel majd akkor visszatérünk jövő hét hétfőn egy adás formájában, és akkor már meg lesznek a képek is. Előre szólok neked, Tibi, te is meg fogod kapni nyilván. Peti termelékenységét nézve, hát most egy egyórás fotózási etap van beütemezve, szerintem egy olyan 5000 kép fog készülni, és ezt végig kell nézni. Annyi képet csinál, hogy abból egy animációs filmet össze lehet állítani egy megfelelő szoftver segítségével. Úgyhogy ember legyen a talpán. Úgyhogy hát neked is feladatod lesz majd ez. Ez tetszik. Na, akkor erről most többet nem. Jó, Tibi, nincs több. Ja, de van még nagyon fontos. De ez rövid. A Gombapresszó felvevő stúdiója, melyben most vagyunk, stúdiójának karcsúsítása, áramvonalasítása, mobilizálhatósága zajlik éppen a fejemben. A megfelelő setup összeállításán gondolkodom nagyon erőteljesen. Ami biztos, hogy ez a felvevő, mellyel most is rögzítjük az adást, eladó. Kinesen a szemed, Tibi. Nem fogom megkeresni. Jó, megkeresem, de nem rakom vissza. Eladjuk. Nem részletezem, hogy miért. Nem azért, mert bármi baja lenne, mert van neki baja. Nincs neki baja. Hanem azért, mert hogy egy másik típusú környezetet fogok kialakítani, és abba ez nem illeszkedik bele. Aha. Úgyhogy itt most meghirdetem, amit már Twitterre ki is írtam, hogy akinek szüksége van, elmondom a pontos, mi ez? Megnevezést, egy Zoom H5-ös felvevő. Ha valaki nem tudja, mi ez, nézzen utána. Várok mondjuk két hetet, egy hetet. Hogyha jelentkezik valaki, és komolyan gondolja, akkor vele nagyon szívesen megbeszélem, hogy milyen feltételekkel. Hát úgyis, mint hány forintért. Megvásárolhatja ezt a... Hát Tibi, azért ez egy... Mi ez? Hogy mondják ezt? Hibátlan. Nem, hát kultikus tárgy. Hát mindenképpen kultikus. Hát gyerekek, hát amit ez már hallott. És mondjuk rögzített? Azt mindenki más is hallotta, de hát ő rögzítette. Jó, de azért van, amit kivágott. Hát na, ez a mester. Hát ez az eszköz, ez velünk van. Hát mióta kidobtak a civil rádióban minket, sőt már előbb. Nem előtte volt egy másik felvevőnk. De hát évek óta hű fegyver hordozunk. Hát hű fegyverünk. Hű fegyverünk. Szóval ennek még eszmei értéke is van. Nem csak funkcionális
hasznot tud termelni vele az, akinek ilyen kell. Na, ha valakit ez érdekel, először nézzetek utána, hogy ez mit tud, meg mit nem tud. Ha úgy érzitek, hogy nektek erre szükségetek van, vagy akár erekének szeretnétek eltenni, ugye? Mondjuk szerintem erekének kicsit drága, anélkül, hogy most megmondanám, hogy mennyiért fogom ezt eladni. De hogy gondoljátok? Nem tudom, hát. És ha két hétig nem jelentkezik senki komoly vevő, akkor kidobom a fókák elé. Vigye, akinek kell. Tudja, el fogom adni. Terintem is. Na, ez volt még. Más nincs, Tibi. Jól van. Sikerült a nagy semmit mondással az első műsor egy harmadot megoldanunk? Na, igen, szerintem ment. Tartsunk egy szünetet? Tartsunk. És utána a klímákról akarsz beszélni? Ja. Mondja már valami előzetes, Tibi. Hogy itt maradjak, vagy elmenjek? Nem menjél. Na mi? Mondjad már. Mert mi volt az alapkérdésem, aminek szerettem volna, ha utána jársz? Mert... Hogyan működik? Nem. Mert hogy mi magunk nem tudtunk dűlőre jutni. Igen. Mert azt állítottad, hogy télen neked a klímád fűt. Ezt mondtad. Tibi, ne nézd már rám, ilyen üzenő szemekkel. Ezt állítottad, hogy a te klímáddal lehet fűteni. Nem ezt állítottam. Ó, Istenem, tudtam, hogy ez lesz belőle. Már megint csak a hazugság tenger cunami. Idegesítő baromság. De Tibi, ezt állítottad. Mondd azt, hogy tévedtél. Nyugodt, én nem haragszom rád. Nem, én nincs azt állítottam, hogy bent az irodában tud fűteni a klíma, az én klímám viszont nem tud fűteni. Jó, tök mindegy. Tehát, hogy te ismersz olyan klímát, mely tud fűteni, és nincsen benne fűtőszál. Igen. Akkor jó, akkor visszavonom a kirohanásomat az előbb. Nem az volt a lényeg, hogy a tiéd fűt, vagy nem. Egyébként ja, azt mondtad, hogy a tiéd, de mindegy. És akkor én azt mondtam, hogy de Tibi, hogy az Istenbe tud egy klíma fűteni, ha nincs benne fűtőszál? És én megmondom a választ. És azt megkaptad házi feladatba, hogy nézz utána, és te teljesítetted életedben először a házi feladatot. Ez már sokatszor teljesítettem. Sokatszor, oké. Okay. És tudod a választ? Abszolút. Sőt, azt mondtad, hogy? Sőt, ebből még... Három irányba elágazó téma... Még plusz két irányba elágazó téma tenger van. Vagy nem téma tenger. Mennyit szálljunk ennek? Egy két órás blokkot? Hát én szerintem nem, én azért próbálom egy órába bele sűríteni. De abból mennyi lesz a mekegés? 40 perc. Nem, semmi. Semmi. Jó, de az folyamatos egy óra. Akkor viszont hagyjuk abba most kurva gyorsan, mert akkor nem lesz időnk rá. Még egyre szeretném felhívni a figyelmedet, nem tudom észrevetted-e, nem vetted észre, mert egyszer nem tartasz a külvilággal semmilyen kapcsolatot. Nyikorog a széked, vagy nem nyikorog a széked? Nem. Mert jól ülök. Nem, Tibi, mert kicseréltem a székedet. Tehát azt a széket nem magammal cseréltem ki, egy benti széket kihoztam, azt meg bevittem, vagy hogy? Na mindegy. Azt a széket már tönkretetted, légy szíves, ezt ne tedd tönkre, jó? De én nem hintázok rajta, csak nyugodtan ülök. Ki fog derülni, hogyha két hónap múlva sem nyikorog, akkor igazad van, a szék volt a rossz, és nem te használtad rosszul. Ha viszont ugyanúgy elkezd nyikorogni, mint a másik, akkor ezt te tetted tönkre, mert azon csak te szoktál ülni. Jöjjön zene! Der Sommer ist vorbei, scheiß Nacht, ich glaub ich lass das mit dem Kiffen lieber sein. Das Wetter grau, Aspirin-Tabletten retten mich. Der Bäcker haut mich auf und meine Zigaretten schmecken nicht. Wieder dieser miese Tag danach, das Bier ist schal, der schwarze Kater, ich bin müde und im Arsch. Taub und benommen, rauchen auf dem Balkon. Verdammt, ich glaub ich schreibe einen traurigen Song. Ein bisschen Melancholie ist manchmal okay, ein bisschen traurig sein. Ein bisschen depressiv, aber trotzdem entspannt. Wenn glückliche Menschen sind nicht interessant. Ein bisschen Melancholie ist manchmal okay. Ein bisschen traurig sein und den Grund nicht verstehen. Ein bisschen depressiv, aber trotzdem entspannt. Wenn glückliche Menschen sind nicht interessant. Und wer mein Großvater nicht seit 7 Jahren tot, würde er jetzt sagen, Mensch, Kinder, wie die Zeit vergeht. Für manche Dinge ist es leider zu spät. Die besten Witze sind die, die keiner versteht. Bin ich allein, weiß die Welt nicht, wie ich heiß. Lieg ich in einer Badewanne voller Selbstmitleid. Wo sind die Freunde hin, wenn man sie mal braucht? Meine Freunde haben Freundinnen und gehen nicht mehr aus. Ein bisschen Melancholie ist manchmal okay. Ein bisschen traurig sein und den Grund nicht verstehen. Ein bisschen depressiv, aber trotzdem entspannt. Wenn glückliche Menschen sind nicht interessant. Thank you.
Menschen sind nicht interessant. Ein bisschen Melancholie, ein bisschen traurig sein, ein bisschen depressiv. Denn glückliche Menschen sind nicht interessant. Ein bisschen Melancholie ist manchmal okay. Ein bisschen traurig sein und den Grund nicht verstehen. Ein bisschen depressiv, aber trotzdem entspannt. Denn glückliche Menschen sind nicht interessant. Sind nicht interessant. Az a furcsa, hogy köhögök, pedig mielőtt megnyomtam a felvévő gombot, egy kanálmézet megettem. De lehet, hogy később fejti ki majd a hatását. Jó kis méhecske köpet. Na Tibi, várjál már, mi volt az, amit egyszer hoztál Irakból, vagy valahonnan a Közel-Keletről? Manna? Nem? Manna, igen. Az jó volt. Az minek is a köpete? Nem az valamilyen bogárnak a korpája? Nem, madárnak. Madárhányás. Valami ilyesmi. Ez madárhányás volt, igen. És finom volt. Na igen, nagyon, nagyon finom szerettem. Volt. Na, mert meg volt cukrozva nyilván azért. Vagy cukrot hányt a madár, az a manna? Nem, mert hogy, tehát azzal nem csak semmit. Az úgy, ahogy az van, úgy, a madár van, az ilyen... Az úgy, nagyjából így betakarítják, és kész. Csak szépen becsomagolják, igen. Meg méretre vágják. Értem. Na jó van, ebben most nem menjünk bele. Na Tibi, klíma. Klíma. De Tibi, most a hallgató gyerekek kedvéért mondjuk el, hogy amilyen klímáról te most beszélni fogsz, igen. Nem azzal foglalkoznak a klímaegyezmények. Nagyon nem. Hanem ez a hűtő-fűtő klíma. Mely egyre inkább elszaporodik a mi éghajlatunkon is. Így van. Az általános globális felmelegedés okozta hőmérséklet növekedés miatt boldog-boldogtalannak klímája van. Na ezért, de, ezért hasznos információ lehet az, amit te most megosztasz velünk, tessék. Na de a klímáknak egy jelentős része. Igen. De várjál. Nem. Várok. Messzebbről kezdem. Jézusom. Tibi, csak mindig mondom neked, olyan messziről fuss neki, hogy ne fáradj el, mire odaérsz. Mikor? Ugye szembesültem azzal a feladattal, hogy végül is hát tisztázni kéne már, hogy hogyan működik egy ilyen hűtő-fűtő klíma. Egyszer is mindenkorra. És véglegesen. És úgy éreztem, hogy hát ez így meg lesz. Hogy egy bekezdés. Hát, hogy gyakorlatilag pikpak. Hogy arra fogok majd gondolni, mikor elmondod, hogy baszki, hát ezt tudhattuk volna. Igen. Már. Minden esetre az internetet hívtam segítségül. Gondoltam. Arra, hogy hát ezt tehát a nem Szabó Ervin. Kérdést. Tehát nem ültem be a Szabó Ervin könyvtárba. Egyrészt. Ki volt Szabó Ervin? Na mindegy, igen. Szabó Ervin könyvtáros volt egyébként. Nem. Hát de. Szabó Ervin híres könyvtáros volt. Igen. Nem mondod. De. Nem nyomdász volt? Nem. Könyvtáros volt, és ő neki köszönhetünk egy csomó ilyen könyvtári rendszerező... Az Etót? Ilyeneket, igen. Nem. Hát de... Szabó Ervin találta föl az Etó rendszert. Na jó, ezt majd még ennek utána nézzük. Ennek egész, ebben legyél egészen biztos. Jó, igen. Ez annyira magabiztosan mondod, hogy hajlandó vagyok elhinni. Tehát, azért hogy az internet, bárki bármit mond ma már, hát nem a tudás ilyen könnyen elérhető tára. Igen. Hanem hát gyakorlatilag a reklámoké. Vagy a klímára rákerestem. Ja, értem. A hűtő-fűtők. Nem, úgy írtam be először, beírtam azt, hogy hűtő-fűtő klíma. Hát erre nyilvánvalóan, erre csak, nyilvánvalóan csak a forgalmazók. Beírtam, hogy hogyan működik a hűtő-fűtő klíma. Így kell beírni. Így beírtam. Ez is a forgalmazók. Ez is csak és kizárólag a forgalmazók. Na jó, de megpróbálták elmagyarázni? Két... Nem. Ja. Nem, leírták, hogy milyen kurva jó. Meg, hogy ez miért annyira... Miért nem azt írtam, hogy milyen elven működik? Azt is beírtam. Erre még is a forgalmazók jöttek ki. Ez is a forgalmazók jöttek ki, de figyelj, az első 400 találat forgalmazók voltak. Nem hiszem én de. Ezt el, Tibi. Miért nem akkor, a gyakori kérdések.hu-ra írtad be? Mert ott meg hülyeségeket szoktak válaszolni. Úgyhogy azzal kezdtem utána már a keresést, hogy beírtam, hogy gépész, technológia, és arra kijöttek a forgalmazók. És arra lényegesen kevesebb forgalmazó, de mégis a találatoknak durván az egyharmada, az a forgalma. Tehát, hogy vegyél klímát. Igen. Tehát nem az, hogy hogyan működik, meg nem, vegyél. És aztán kipróbáltam még, várjál, mivel is próbáltam ki. Csak magyar nyelven próbálkoztál? Csak magyar nyelven próbálkoztam. Amikor rákerestem a vesére,
A vesére? Nem a... Rákerestél a vesére? Hát, hogy hogyan működik a vese? Tehát, hogy a, már az emberi vese. Ott meg a gyógyszergyártók. De már ez összekapcsolódik, ez a két szál egyszer, csak a vese meg a klíma? Nem. Tehát, hogy végül is... Ja, párhuzamosan dolgoztál két hát, témán. Hogy ott már kíváncsi voltam, hogy arra mit ad ki. De miért pont a vese? Mert hogy valami orvosit akartam, hogy mégis nem tudom élettani valamit. Ja, nem a saját betegségedből. Nem. Hú, megnyugodtam. Nem akar vérnyomást írtam volna. Értem. Hogy működik a magas vérnyomás? Ott is. Ott meg a gyógyszergyártók öntöttek el. Tehát, hogy ott is elég nehezen lehetett megtalálni, hogy a vese az hogyan működik, de ez most itt zárójel bezárva. Az a baj, Tibi, hogy és mindenféle rossz indulat nélkül is feltorulnak bennem az emlékek, hiszen mi már több mint 16 éve heti rendszerességgel találkozunk, és megpróbálunk rádióműsorokat készíteni, és többször is segítségül hívtad te a Google-it. Akár még adás közben is, amikor még a civil rádióban voltunk. És számtalanszor szembesültem azzal, hogy te képtelen vagy a Google-ban keresni. Dehogy is, hülyeségeket. Tök jó keresek. Nagyon rosszul kerestél. Na jó, de mondjuk, jó, nem mondtam semmit. Menjünk tovább. Jó, minden esetre a lényeg. Végül is megtudtam, na, hogy hogyan működik a hűtő-fűtő klíma. Mert ugye a klímáknak csak egyelőre még csak a csekélyebb része ilyen típus. Figyelme, az elv, hogy egy klíma hűt, ugyanaz az elv, ahogyan fűt? Igen. Akkor miért nem minden hűtő klíma fűt? Vagy most előre szaladtam? Hát végül is nem, ez a megoldás. Mert egyébként... Érdekes, egy kérdés a megoldás? Nem, tehát hogy a megoldás, mert a klíma, amelyik hűt bent, az fűt kint. Tehát, ez igaz. Tehát itt csak az volt a mondjuk egy nagy ötlet, hogy ezt meg lehet fordítani. Nem fordítva szereli be, hanem a ciklus maga megfordul? Igen, hogy a ciklus maga megfordul, és bent fűt, és kint hűt. Tehát csak ennyi, tehát hogy ezt meg tudod fordítani, hogy a meleg levegő az hol távozzon, hogy a bent a lakásba, vagy kint az utcán. Képzeld el, és csak azért, kizárólag azért marad érdekes ez a téma, mert elfelejtettem már, hogy a klíma hogy hűt. Hogyan hűt a klíma? A klíma, kérlek szépen, egy viszonylag egyszerű elven működik. Ugye a párolgás mivel jár? Hőelvonással. Tehát így hűt a klíma. Ennyi? Alap, ez az alapelve. Tehát gyakorlatilag a klíma meglehetősen, tehát elvében tehát meglehetősen egyszerű. Vizet cirkuláltat? Nem, egy speckó folyadékot cirkuláltat. Jó, mindegy, igen. De cirkuláltat, igen. És egyrészt, tehát akkor, amikor, tehát ha azt akarod, hogy belül legyen hideg és kint meleg, igen, akkor azt csinálja, hogy mindenképpen az van, hogy összenyomja a gázt. Gáz is van? Hát gázt nyom össze egyébként folyadékká. Tényleg? Igen. És honnan szerzi a gázt? Hát azt beleteszik. Tehát ez egy zárt rendszer. A klímában van gáz? Van gáz. Összenyomja a gázt. Amikor összenyomod a gázt, tehát amikor mechanikus... Akkor hő keletkezik. Akkor hő keletkezik. És utána ezt elpárologtatja a kondenzációs részen, ami viszont... Hát akkor átadja a hőt a levegőnek. Ami viszont hideget termel, mert ugye a párolgás hőelvonással jár. Tehát ott ugye elvonja a hőt abból a rendszerből, amiből jön neked a levegő. Hát akkor a rendszer hűl le, nem a környezete. Hát a rendszer hűl le, de ezt a hideget, ezt kapod meg te belül, amikor nyár van, és meleged van. És aztán újra összenyomja ezt a... De ugyanúgy kint nyomja össze, és bent párologtat? Nem. Hogy nem jön ki az a meleg, ami abból keletkezik, hogy a gázt összenyomja? Mert hogy általában ugye az van, hogy ugye egy klíma, általában a klímák, ugye kint van az az egység, ami ezt az egész folyamatot csinálja. Ezt kérdeztem az előbb, hogy kint nyom össze. Kint nyom össze, és kint is tágul. Mit csinál bent? Bentre már csak azt a hideget, tehát ugye, hogy egymás mellett, amikor kitágul és lehűl, akkor ott mellette megy, folyik. A folyadék. Nem, mert levegőt keringet, és akkor azt a levegőt hűti le, amikor tágul.
Tehát azt a, ugye akkor hőelvonás van, tehát elvonja a hőt. És az a lehűtött levegő kerül be a szobába, és az hűt le. Ú, de pofon egyszerű ötlet ezt. Amikor pedig hideg van, aha, és fűteni kell bent, akkor ugye átállítod, hogy akkor meg ne azt a levegőt hozza be, ami lehűtötte, hanem azt a levegőt, amit felmelegített. Ugye az nyáron, amit felmelegítesz levegőt, akkor a fűtés az kevesebb energiabefektetéssel is jár. Mert hogy nincs szükségünk a hideg levegőre. Hát, hogy nem, az ugyanannyi. Tehát a hűtés-fűtés ugyanazt az energiát. Ez a kérdés, amit az előbb feltettem, ez az ékes bizonyítéka annak, hogy nem értem. Nem értem pontosan a mechanizmust. Az elvet értem, de hogy szeparálja el a hideg levegőt a melegtől? Hát, mert hogy ezek... Lehet, hogy egy ábrát meg kéne néznem. Igen. Mert nem tudod elmondani rendesen. Tehát úgy képzeld el... Ez ugyanaz az elv, ahogy a hűtőszekrényben a hideget előállítják? Ez ugyanaz, igen. Tökéletesen ugyanaz? Hát gyakorlatilag ugyanaz. És akkor a hűtőszekrénynek miért nincs valami baromira fűtős része? De van. Hát de nem fűti föl a helységet. Hát nem fűti föl a helységet, de akkor, amikor hűt, akkor, mert hogy hátul, ha megnézed, akkor van neki egy rácsa, igen, amin a meleget távolítja el magától. Hát de közel sem annyi meleget hőt közöl a környezetével, mint amennyi hőt von el belül. De másképp nem megy. De ez másképp nem megy. Értem, tehát az elvi részét értem, a gyakorlati részét firtatom. Hogy például az én hűtőmnek az oldalfala az olyan meleg. Ez forró. Hát az meleg. Kimondottan meleg. Most megnézem a hűtőmet. A tiéd, mivel a régi, hátul kell, hogy legyen egy rács, ami szétoszlatja a meleg levegőt. És ennek melegnek kéne lenni? Annak, ha ez langyos. Hát langyos. De amikor hűt, tehát a kompresszor megy, és utána... Tehát amikor megy a kompresszor, ugye akkor itt távolítja el a meleg levegőt. Na de Tibi, akkor figyelme, az energia megmaradás törvényeit hogy érvényesül? Hátul van egy, mint 3 méter hosszú langyos. Igen. Vas rács. Belül meg van baromi hideg. Tehát egy része például fagypont alatt van. Igen. A kettő valahogy nem áll. Arányban? Úgy érzed? Igen. Pedig igen. Pedig öt arányban állnak egymással. Én, jó, ezt a választ én is tudom adni, de hogy csinálják akkor? Jó, vagy hagyjuk hát most ezt a hűtőszekrény. Tehát el van szigetelve a melegítő és a hűtőrendszere. Tehát csak annyi, hogy ennek sokkal masszívabb a szigetelése, mint egy klímának? Hát ennek... Igen. Azt nem is kell sziget. Hát, de azért nem. Ott is úgy van, hogy azért az is elég jól elszeparált rész a hűtőrész és a fűtőrész. Tehát akkor Tibi, igazából semmiféle újítás nem kellett ahhoz, hogy egy klímát valaki felfedezzen. Hiszen csak a hűtőszekrény működési elvét kellett alkalmazni egy kicsivel átalakított formában a levegő hűtésére. Tulajdonképpen igen. Itt, ami a klímában újdonság sok esetben, azok inkább csak ilyen egyedi technikai megoldások. Tehát, hogy hogyan tudsz hatásfokot növelni. Jó, az már nem érdekel annyira. Ilyesmi. Jó, mert hogy például, ugye, mert ezeknek a fűtőklímáknál is úgy van, hogy hát a nem túl jók azok, mit tudom én, 0 fokig tudnak fűteni. A jók meg már mínusz 15-ig. Jó, ez a része nem érdekel. Hát akkor mert van olyan gáz például, ami mínusz 30 fokon forr, és... De ez most hogy jön ide? Hát ez nem részletkérdés? Hát ez olyan szinte részletkérdés, de hogy azért... Tehát, hogy nem, de érdekel nem ez engem? Hát így működik a rendszer, tehát hogy azért nem akármit teszel bele. Jó, az oké, az most annyira... Ja, érted. De akkor... Megértettem. Jó. Megértettem végül is. Egy hétig legalább tudni fogom, hogy működik. Jó, akkor azt mondd meg nekem, Tibi, hogy ebben akkor a nagy újítás, akkor az lehetett, mert ugye itt is ugyanaz történik, mint mondjuk egy elektromos radiátorral. Tehát áramból fejlesztünk hőt. Így van? Igen. Csak más a fizikai metódus, amit használunk az áramból való hő alakításra. Ugye ez a gázösszenyomás meg tágulás. Igen, tehát itt mechanikával. És ez akkor valószínűleg sokkal hatékonyabb? Lényegesen, olyan 4-szer hatékonyabb. Értem. Tehát, hogy ugyanazt az mennyiségű elektromos áramot, ha radiátorba vezeted be, vagy még sugárzóba. Még akár egy olajradiátorba is.
még akár abban is, ez négyszer hatékonyabban használja fel. Durván körülbelül. Tehát ennek van egy ilyen, tehát amikor azért a reklám oldalakat néztem, akkor azzal dicsekedtek, hogy az övéknek a nem Scope vagy COPS vagy valami mindegy, az nekik már 4,5. Azt a mindenit neki. Ebben nem is reménykedtem. Úgyhogy. Jó. Hogy a klíma, végülis meglepően, igen. Tehát jó. Akkor, amikor viszont leírták, hogy tényleg, miért nem gondoltam rá, hiszen nyilván tudjuk, hogy tehát akkor a hűtőnkben is van egy kompresszor? Van, persze. Aha. Tehát az anyátok hétszentségét. Ezt pedig tudtam. Ezt szerintem is beszéltük már egyszer. Tehát akkor ezt a témát simán le tudtuk volna az egy mondattal zárni, hogy a klíma úgy működik, mint a hűtőgép. De hogy a, igen. Csak a nem engedi ki a hideg levegőt. Értem. Hát a hűtő se, ha nem nyitom ki az ajtót. Nem azt mondom, tehát hogy a hűtő nem engedi ki. Értem. Ellentétben a klímával, ami kiengedi. Hiszen az kívánatos. Igen. Csak ugye a hűtőfűtőnél ezt a folyamatot meg tud fordítani. Hát ez brilliáns. Tehát a hűtődbe is lehetne olyan, hogy itt fagyaszt, belül pedig, hát egy sütő. Már ezen elgondolkodom. Hogy ez kellene ez nincs. Neked? Hogy, hát nem, mert hiszen csak egy langyos fémrács. Hát azzal nem tudnám felfűteni a lakást. Nem, de ha zárva van, és tehát folyamatosan termeli a hőt, igen. Akkor azért az egy idő után felmelegszik elég rendesen. Na jó, ebben most nem menjünk bele. Mi a másik irány, amire jutottál, amikor ezt nézegettem? De várjál még a hűtőszek. Azt olvastad, hogy Albert Einstein és Szilárd Leó 1930... Két nagyszerű koponya, igen. 1936-ban azt hiszem, igen. Beadtak a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz közösen, na. Tehát mind a ketten jegyezték, igen. A szabadalmat, egy új típusú hűtőszekrény. Nem mondod. Előállítására. És lett belőle valami? Hát nem lett belőle, nem, annyira nem lett belőle semmi. Állítólag sokáig foglalkoztak vele, tehát hogy évtizedek, nem, mondjuk több mint 10 éven keresztül. Jó, itt közben azért megcsinálták az atombombát, tehát akik kicsit félretették a hűtőszekrényt. Mert hogy a Einstein olvasott egy, ugye a régi hűtőszekrényekben hát elég mérgező gázokat használtak. Igen. Ahhoz, hogy hát ugye... Xenon. Fluor, nem valami. Tudom, valami. És hogy valaki meghalt, mert hogy megrepett a tartály, és kiment a gáz, és akkor ők Szilárd Leóval, mert akkor már ismerték egymást, viszonylag jóba is voltak, kitalálták, hogy milyen lenne, hogyha egy olyan hűtőrendszert építenének meg, ami ilyen halálos baleseteket nem okozhat. De várj, akkor maga a fizikai elv, ami a fizikai elv is teljesen más. Az is teljesen más. Az is teljes. Tehát és erről tudsz valamit mondani? Hát itt az volt tehát az alkohol és a víz egymásra hatásával próbálkoztak hideget előállítani, mert ugye az alkohol is viszonylag könnyen párolog. Igen. És azzal hűteni a vizet, és azt keringetni aztán a rendszerbe. Hát ott volt egy kis bonyodalom, hogy túl biztosították, és hát ők betonból képzelték. A hűtőszekrényt? A hűtőszekrényt, igen. Betonból? Betonból. Miért is? Hát mert hogy az nem, úgy... Ez nem lehet, hogy akkor már párhuzamosan az atombombán dolgoztak? És egy kicsit megfertőzte a gondolkodásukat? Az az irgalmatlan nagy veszély, amivel dolgoztak? Nem, mert hogy valahogy azt nem tudom, hogy egy miért... Egy hűtőszekrény bunker? Hát gyakorlatilag, hát úgy, tehát hogy... Ez multifunkcionális. Tehát hogy amikor építed a házat, akkor építesz bele egy betonhűtőszekrényt. Mondjuk csak az biztos, hogy a hatásfoka nagyobb lenne, mint egy ilyennek. Csak hogy az volt a baj, hogy túl sok alkoholt fogyasztott. Tehát, mint a hűtő. A hűtő. Tehát, hogy napi 1 litert, azt hiszem. És mert... után kellett tölteni? Azt mindig folyamatosan utána kellett tölteni. Érdekes, a hűtőket sosem kell után tölteni? Nem, mert ez zárt rendszer. Az meg nem volt zárt rendszer. Hát az nem. De az nem volt zárt rendszer, igen. Tehát egy merő alkohol gőz volt a konyha. Egy merő alkohol gőz volt a konyha. Mindegy, nem lett sikeres, de... Úgyis, mint Szilárd Leótól, és leginkább Einstein, Albert Einsteintől váratlan pongyolaságnak érzem ezt. Nem, az igaz. Ez már az relativitás elmélet után volt? Bőven. Jóval. Nem lehet, hogy elfáradt a mester? Nem, mert hogy... Ő is ilyen egysláges szerző volt. Nem. Hogy a relativitás elmélet az még faszán sikerült, és utána megpróbálta megismételni ezt a nagyszerű teljesítményt, és ezt csak egy betonból épített kurva alkoholfogyasztású hűtőt sikerült összerakniuk. De mondom, Szilárd Leó a nevét adta ehhez az egészhez. Igen? Aha.
Mondom, ott már láttam, a, még le is volt fényképezve szépen a Magyar Szabad, de még mi hivatalhoz a veterjesztés. Akkor ez zsákutcának bizonyult? Hát végül is nem lett belőle semmi. Tehát, hogy senki nem folytatta ezt az ötletet. Hát nem folytatta senki később. Ezt az ötletet később, igen. Pedig megnézném. Egy jó kis beton hűtőszekrény. Mert ha kinyitszám, iszonyatos alkohol gőz csap meg. Na, igen? Ja, igen. Mi a másik irány? Azt mondod, három irányban. Ja, és képzeld el, hogy ez mostanában annyira foglalkoztatott, ugye, hogy a, na. Jó, hogy a gáz konvektorom, vagy mi a tüdő, nem gáz, Tibi, kazánom. Tüdő. Tibi, hagyjad ide a tüdő. Elromlott. Ugye? És hát ugye ja, meg, igen, mekkora igen. Nagy... Most romlott, hát nem most romlott, de minden esetre. Hát, hogy mekkora nagy izé volt. És hogy, ugye, amikor én ezt szereltettem, ezt a... És ugye különböző mesterek jöttek hozzám. Igen, erről már meséltél. És erről meséltem is. De hogy azért be voltam tojva. Hogy nehogy, valami baj legyen. Hogy érted? Hogy mi a jó Isten hát, csinálok? Hallja az ember, hogy 10 emeletes házak omlanak össze egy gázroppanástól. De nem, hanem mi a jó Isten csinálok, hogyha ez tényleg bekrepál. És? Mert akkor ilyen milliós költségekkel. Ja, azt hittem, hogy bizony kárteszel másokban, ettől féltél. De hogy féltem? Ja, jó. Kérem. Csak a Pityán és sóherséget beszélnem megint. De hogy érted, hogy milliós költség. Milliós az. Na igen, és aztán? És most, ne játsszál azzal. hogy elolvastam ezt a klímarendszernek egyrészt a hatékonyságát, igen. Másrészt a veszélytelenségét, harmadrészt az egyszerű beépíthetőségét. Le fogod cserélni. Negyedrészt még nem. De még sokkal olcsóbb. Hát üzemeltetni olcsóbb. És képzeld el, és veszélytelenebb. Van sokkal veszélytelenebb, sokkal kevesebb vele a hatósági macera. Tehát nincs az, hogy légy szíves 500 000 forintért béleltest ki dupla akármivel a kéményedet, meg vezess ki a izébe, meg erről adjál gáztervet, meg nem tudom micsodát. És van olyan... De Tibi, azt tudod, hogy csak erre, csak is erre a problémára, azért számtalan más megoldás is létezik. Úgyis, mint villanyfűtés. De az is drága. Ja, hogy ez olcsóbb? Hát ez sokkal olcsóbb. Értem. És utána olvastam, ez arra is képes, hogy használati melegvizet állítson elő. Az ilyen típusú, tehát a fejlettebb klímák. Na hát figyelj, Tibi, hát és akkora kő esett, komolyan akkora kő esett a szívemről. De a kazánodat. Jó, de akkor is benne van még érted, hogy elromlik. Ja, hogy ettől nyugodtan meg végérvényesen, hogy van egy életképes B-tervem. Van egy életképes B-tervem, hogy ha az elromlik, akkor nem 1 millió forintért fogok kéményt béleltetni meg, nem tudom mit csinálni. Ne is Péterrel, igen. Hanem vásárolok majd egy ilyen készüléket, és kész a probléma. Meg van oldva. Hát nem én szerelem, de jönnek emberek, azt egy nap alatt beszerelik. Csak azt fog két évig tartani, mire megtalálod az ember. Nem, figyelj, most... Már van ember? Ne viccelj, hát 400 ajánlatot kaptam az első keresésre. Jó. Ez volt a második irány? Ez volt a második. Igen, tehát ez mennyire... Jó, értem. Annyira... Jó van, ne ismételd el. Na. És mi a harmadik irány? Nem, ez volt. Tehát ez a három. Azt mondod, tehát három. Nem, tehát maga a klíma hogyan működik, a internet hogyan működik, ja, és értem. Az én... Az egyik elágazás az ez volt, hogy az internet hogy működik. Igen. Hát figyelj, hát hívhatjuk témának, de jó legyen. Jó, Tibi. Ha csak egy szűkített mondatban kell értékelnem, akkor azt mondom, hogy meg vagyok elégedve veled. De ez csak annak köszönhető, hogy én ezt már egyszer tudtam, de elfelejtettem. Tehát végül is akkor maradjunk annyiban, hogy a klíma, igen. Csak az egyszerű hűtő klíma, az annyi, mintha én a hűtőszekrény... Kinyitnám az ajtaját, benyúlnék a kezemmel, megfognék egy biztos pontot erősen, és egy nagy, szép rántással kifordítanám a hűtőt. Ez a klíma. Igen. Tulajdonképpen igen. Emlékszel még, hogy Münchhausen báró így ölt meg egy farkast? Hogy kifordította. Hogy engedte, hogy mikor nagyon nyitotta a farkas a száját, akkor ő belenyúlt, megfogta a gyomrát, és egy hirtelen rántással kifordította a farkast. Újra kéne olvasnom a Münchhausen báró kalandjait. Én ezt nagyon szerettem. Én is. Egy ilyen hatalmas alakú, nagyon szépen illusztrált könyv. Igen, nekem is. Neked is az volt? Igen. Érdekes, hogy nem találom. Érdekes, hogy én nem is kerestem. De ha hazamegyek, tényleg van. Biztos a pincébe. Apukám mindent a pincébe rak. Ahonnan előbb-utóbb, miután a víz elérte, utána a szemétben végzi. Na jó, akkor kész, bezárjuk a klíma témát? Klíma egyezmény. Jó, figyelj, Tibi, nekem vannak apróságaim. Igen. Amit én azt gondolom, hogy egy rövid zenés szünet után kerítsünk rá.
Sort. Sort. Jó, Tibi? Jó. Picikék. Továbbra sem érdekel ez a 20 perces videó a tartós magányosságról? Nem van nagyon, de megbeszélhetjük. Nem tudjuk megbeszélni, mert ja. Azt meg kéne nézni. Ja. Hát akkor meg most szerintem, fogom megnézni. Meg szerintem olyan vizekre veznénk, ami... Hát nem tudom, hogy te szívesen beszélnél-e adásban nyíltan arról, hogy te miért vagy magányos, és hogy, hogy mennyire visel ez meg téged. De néha úgy érzem, hogy én kell, hogy a te felügyelő tiszted legyek, és lebeszéljelek arról, hogy túlságosan kitárulkozzál hallgató pajtásaink előtt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt adás után beszéljük meg. Egyetlen egy mondatot idézek, amit maga a cikk is idézett ebből a 20 perces videóból, az, hogy ez a tartós magányosság, igen. Ez olyan egyes kutatások szerint, olyan kártékony hatással van az ember szervezetére, tehát fizikailag annyira megviseli, mint napi egy doboz cigaretta. Csak mondom. Mm. És még egy nagyon tanulságos mondatot mondok neked, Tibi, és utána legyen zene, hogy ezért becsüld meg az én társaságomat. Jó? Jó. De egy kicsivel jobban, mint eddig. Jó? Jó. Tehát például tarts be néhány ígéretedet. Jó. Hol a karácsonyi ajándékom? Még nem találtam meg. Már hogy a világban? Nem tudom, hogy mit akarok adni, csak még nem találtam meg. Most hazudtál? Nem, tényleg így van. Tényleg tudod? Tudom, persze. Mondd el. De ahogy mondom. Figyelj, meglepetés lesz. Mondd el, mit szeretnél nekem, és akkor én meg odaadom neked az enyémet. Nem, most már, figyelj, még de adjál. Enyém, de az enyém itt van benne a szobában. De adjál még nekem egy hetet. Egy hetet. Most már egész jól eljutottam a rendrakásba. Van közel a rendrakáshoz? Persze, mert az hogy... Az én karácsonyi ajándékomnak? Igen, mert hogy meg kell találnom a sok... Ja, hogy ez valami, között. Ami már létezik. Ez valami, ami már létezik. De nagyon régóta létezik. Tehát most a te kacatjaid közül kiszemeltél egyet, amit majd nekem adsz ajándékba? Nem, már előtte kinéztem, hogy neked fogom adni. Jó, Tibi, nem kérek csigatálalókészletet. Nem kap csigatálalókészletet. Fondűt kapok? Semmi köze nincs hozzá. Hozzád van köze. Személyes ajándék? Személyes ajándék. Tehát nem olyan, hogy van egy fölösleges valamid? Nem. És nem használati tárgy? Nem használati tárgy. Művészeti alkotás? Nem. Nevezhetjük végül is művészeti alkotásnak is. Na jó, de nem egy jól sikerült krémes, amit 20 évvel vesztettél otthon, és most nekem adod, hogy legyen meg. Jó. Nem ennivaló? Nem. Guminő? Nem. Azt nem kérek. Igazi? Egy japán iskolás lány? Egy japán iskolás lány. Valahol neked valahol a kopterájban... Baszkis, mióta van ott? Szerintem ott van már, szerintem több mint 25 éve. Tibi, egyrészt, az már nem iskolás lány. Másrészt, olyan állapotban van, mely a japán iskolás lány leglényegét sajnos már nem tartalmazza. Nem kérem, köszönöm. Tényleg egy 30 éves japán női hullát fogsz nekem adni. Hát múmia. Térzokni van. Egy kicsit összevalaszva. Végülis, figyelj, a japán iskolás lányságnak nagyon komoly részét képezi a térzokni. Tehát minden, amíg rajta van a térzokni. Minden. Tehát aha, gyakorlatilag aha, hibátlan. Értem. Tehát a miniszoknya és a térzokni az, ha még épp, akkor elfogadom. Köszönöm. Oké. Jó. Egy kicsivel előbb kellett volna elkezdeni a zenei szünetet. Hallo. Du gehst in die Disco mit Indie-Jacke und Indie-Matte. Sind das die Killers oder springt die Platte eigentlich dasselbe? Scheiß-Sound. Irgendwie riecht's hier überall nach Scheißhaus. Vielleicht liegt es am Stuhl, Mundbrunnen-Style. Du musst cool, wenn du auch auf den Fußboden schaust.
Jacken und Kopf voller Menschencode. So, so, wir sehen aus wie die Hives. Ach, ich scheiß auf die Hives. Ich nehm den DJ die Platte weg und ich scheiß auf die Hives. Scheiße in die, scheiße in die, ey, scheiße in die. Es ist heiß in der Disco. Und es ist heiß in der Disco. Die Kacke ist am Dampfen. Die Kacke ist am Dampfen. Und ich scheiß in die Disco. Und ich scheiß in die Disco. Alle sind am Tanzen. Alle sind am Tanzen. Es ist heiß in der Disco. Und es ist heiß in der Disco. Die Kacke ist am Dampfen. Die Kacke ist am Dampfen. Und ich scheiß in die Disco. Und ich scheiß in die Disco. Nem akarod a hallgatók segítségét kérni, hogy hogy lehet ezzel a kártyával az HBO-nál fizetni? Sehogy. Közben összevitatkoztunk a szünetben. Ne zörög már, megy az adás. Na, apróságok vannak, Tibi. Az egyik, látod, az is mai hír volt, hogy legyen egy kis politikai blokk, egy kétperces, jó? Jó. Tudod, hiszen szoktunk beszélgetni erről, hogy az én szívemtől legtávolabb melyik magyarországi párt áll. Teljesen egyértelműen. Ja. A Magyar Szocialista Párt. Igen. Nézte-e, hogy most hogy bizonyították be tökéletesen alkalmatlanságukat? Elipszilon és a pontos J. Hát, hogy rohadjak meg. Tényleg. De tényleg országvilág elé kiállnak. Hát, ha minimum három vagy négy embernek látnia kellett a feliratot. Egyik sem tudta, hogy a folytani az pontosével van írva. Kínos. Nagyon kínos. Látszólag ez apróság. Mondhatni azt, hogy bárkivel megesik. De ez nem igaz. Ez annyira beleillik abba a képbe, ami bennem kialakult erről a társaságról, hogy én most már ott tartok, hogyha csak ez az egy bajom lenne velük, akkor is azt mondanám, hogy pusztuljanak. Hát ez volt a politikai blokk. Többet nem akarok erről beszélni. A Magyar Tudományos Akadémiával kapcsolatos történéseket te figyelemmel kíséred? Sajnos igen. Mert én nem. Sajnos már arra nincs időnk, hogy ezt megbeszéljük, ne most takaríts. Úgyis takarítanom kell, miután elmentünk. De hogyha gondolod, akkor egyszer erről beszélgethetünk. Én azt gondolom, hogy jövő héten már nem lesz miről beszélni. Szerintem se. Ugye? Tehát azt gondolom, hogy azért is nem, engem mérhetetlen módon idegesít ez az egész ami felhajtás, ami e körül megy. Csak ugye miután megbeszéltük, nem tudom, egy hónapja vagy mikor, hogy ennek az országnak úgyis vége, tehát ontok mindegy. Ahhoz képest sajnos ezek már nem érdekes. Tehát, hogy most tényleg össze, és tehát, hogy ennek akkor lenne értelme erről idegeskedni, meg ezen lamentálni, hogyha egyébként nem lenne már úgyis gyakorlatilag a semmi. Tehát, hogy már nem, ez már oké, még belerugunk valakibe, ez már nem változtat azon, hogy tényleg ez a magyar figyelj, társadalom úgy, ahogy van, tönkrement. Figyelj, Tibi, egy nagyon szép lejtős rézsűvel viszont most áthidalom, és egy kis részt ütök ezen a sommás véleményen, amit én most már úgy néz ki, hogy beléd is beléd tápláltam, hogy mindennek vége. Ha valaki mégiscsak szeretne valami reményt táplálni, és esetleg valami olyan reménysugarat keresni, aminek a reménysugárnak egy kicsit a fény pászmáját egy kicsit ő is tudná növelni, akkor erre most nagyszerű példa a 444.hu-nak a parkolási mizériáról szóló három részes videója.
Miért? Mert ennek a mélységes mély posványnak és mocsárnak, ami itt van, és minden, amely mocsár mindenkit lehúz pillanatok alatt a mélybe, és folytja meg, talán az egyik életképes ellenszere az az, hogyha bármiféle független sajtó létezik még az országban, mely fel tudja mutatni az embereknek azokat a gazembereket és azt a működési módszert, ahogy ezek ezt a szerencsétlen kis országot tönkreteszik. És ez, bár csak az első részt láttad, de szerintem az első részből is teljesen egyértelmű. Mert egész más az, mikor az ember tudni véli, hogy ez hogy működik, meg egész más az, amikor bizonyítékokat előkeresve, egymás mögé fűzve, ezt felmutatják az embernek, hogy tessék, valóban így működik, ezért tartunk ott, ahol tartunk, és ezért van az, ami van. Na most, a független sajtónak ma ebben az országban mi az egyetlen esélye? És tényfeltáró riport, videóriport is, ennek a bizonyítéka a közösség által finanszírozott sajtó. Nincs más megoldás. Mindenki készüljön fel arra. Ja, mert hogyha valaki ezt nem tudná, ha még él ebben az országban valaki, aki látta ezeket a filmeket, ezt a háromrészes alkotást, és nem tudná, hogy ez hogy jött létre, annak elmondjuk, közösségi finanszírozásból jött létre. A 444 meghirdetette egy gyűjtést, kifejezetten ennek a filmnek az elkészítésére. A pénz összegyűlt, a film elkészült, mindenki megnézheti, és mindenki okulhat belőle. Ez egy kicsivel széjjelebb nyitva az ajtót, vagy az ablakot. Ez azt jelenti, hogy fel kell készülni arra, hogy itt csak kizárólag akkor lesz független a valóságot, legalábbis szándékai szerint megmutatni képes sajtó, hogyha azért mi fizetni fogunk. Tényleg készüljön fel mindenki. És amit talán az Új Péter nyilatkozott valahol. Igen. Én ezt nem olvastam. Csak én hallottam róla. Népszavában? Vagy... Azt hiszem Népszavában, igen. És belengedte ezt, hogy talán fizetős lesz. Hát nem talán, ez biztos. Mondta is. Teljesen igazuk van. Gondolkodás nélkül. A HVG is fizetős lesz. Azt abszolút támogatom. De ez olyan, mint hogy ugye az ember régen nem sajnálta a pénzt, és megvásárolta a nyomtatott sajtótermékeket, és nem hát emelte el ugye a újságos bódéból, és vitte magával. Hát ez ugyanúgy van. Mint a mai napig. A nyomtatott újságok havidíja, mondjuk egy vidéki, mondjuk egy Heves-megyei hírlap, havi előfizetési díja magasabb, mint amennyit mondjuk Szlovákiában egy színvonalas online portál havi előfizetési díja. És a Heves-megyei hírlapból hidd el, hogy nem sokban térek el a véres valóságtól, semmit nem lehet megtudni. Ez így van? Semmit. Amit meg lehet tudni, az viszont kifejezetten káros megtudni. Úgyhogy én azt mondom, hogy aki majd elkezd ennek a hírnek a hallatán vért hányni és hörögni, hogy micsoda dolog, hogy nekem fizetni kell azért, hogy beírom a keresőbe azt, hogy 444.hu, és akkor azt mondja, hogy írjam be a jelszót meg a felhasználási nevemet, hogy ez annak az áloga, hogy színvonalosan tudjon működni egy sajtóorgánum. És ennek még számtalan pozitív hozadéka is lesz. Én abszolút azt gondolom, hogy... Te is támogatod? Abszolút. Én azt határozottan azt gondolom, hogy igen. Egy látszólag életképes ellenvélemény az, hogy viszont ennek az Ocsmány társaságnak a szócsövei, azok viszont nyilván továbbra is állami pénzből fognak működni, amiért nem kell majd előfizetni, de ennek ne dőljünk be. Erre még nem tudom a pontos választ, hogy erre mit mondjak, de akkor sincs más út. De figyelj, tehát én hát szerintem a napját nem tudom, hogy mikor kattintottam ilyenre. Mire? Hát ilyen, nem tudom, ja, ilyen... Origó. Origóra szerintem 1000 éve nem kattintottam, és nem is vágyom rá. És nem is érzem azt, hogy bármi értelme lenne oda kattintani. De azért tudja, Tibi, hogy ugye a már-már közhelyszerűen használt buborékszó, az rád is érvényes. Ne indulj ki saját magadból, amikor ennek az országnak mondjuk az átlagos médiafogyasztóját próbálod egy kicsit körberajzolni. Ja, az nem te vagy.
Csak mondom, hogy ezek továbbra is létezni fognak, és emberek igen, látogatni persze. fogják, és ebből fognak tájékozódni. Azt is tudom, hogy és egy csomóan látogatják, értem én. A retkes Facebook oldaluk hírfolyamára onnan fognak belinkelni üldözési mániákat és összeesküvés elméleteket. Tehát ez továbbra is működni fog. De ez nem befolyásolja azt, hogy igenis szükség van arra, hogy mi magunk tartsuk fönt ezeket az orgánumokat. Mint hogy egyébként az és az már 1000 éve így működik. És működik. És teljesen jól működik. Tehát azt gondolom, hogy ezek életképes formák. Nem ördögtől való ez. Ugye mindenki tényleg próbálja magát szoktatni ez a gondolathoz. Én egészen biztos vagyok, hogy a havi 1500 forintot ezért ki fogom fizetni. Simán. Most nem akarom hasonlítani demagóg módon, hogy mire jó még havi 1500 forint, hát semmire. Mondjuk például lehet adni a gombapresszónak is, de ez demagógia. Ez demagógia. Ne hasonlítsuk össze a lélegeztetőgépet a makrogazdasági mutatókkal. Nem, apró, hoppá, apróságok. Belerúgtál, lábazol Tibi az asztal alatt aha, nekem? Bokázok. Ne nyújj az hozzám. Kérlek szépen, meg kell kerestem. A csillagászokba belerúgjak egy kicsit? Hát Tibi, olvastad? Ezt fejből mondom. Ez már hetekkel ezelőtt volt hír, hogy melyik űrszondánk ért el a Kuiper öfhöz. Nem a Pioneer, hanem a... Tudod jól, amelyik a Plutóról is csinálta a fotókat, igen, aztán tovább ment. Azt most kint jár ott, ahol kurva sok kavics van. És ez még mindig sehol. Tehát semmi. A naprendszer határához képest, legyen az bárhol is, még sehol nem jár. És most volt hír 2 héttel ezelőtt, hogy talált egy hóember alakú kavicsot. De azt már megtaláltuk többször is. De most egy nagyon szép fotót készítettek róla. Valószínűleg. És ennek örül minden egyes csillag. Ezek bűnös módon és pongyola módon én összemosom a csillagászatokat, nem a csillagászokat és az űrkutatókat. Mert ezek nem ugyanazok. Ezek nem. Mert itt most a NASA-ról beszélünk, hogy a NASA próbálta eredményként felmutatni azt, hogy közelről lefotózott egy kavicsot. És mi volt ennek a legfontosabb üzenete, tehát mit emeltek ki ebből az egészből, hogy hóember alakú. És a NASA-nak valami embere, nyilván egy szóvivő, azt mondta, hogy ő még... Ilyet nem látott. Ilyet még nem látott. Na most üzenem ennek az embernek, kinek a neve nyilván nem jut eszembe, mert nem fogom megjegyezni azért sem, üzenem neki, hogy ezen kívül még kurva sok mindent nem látott. De. És esélye sincsen rá, hogy ezeknek akár csak egy hangyafasznyi részével megismerkedjen az életében. De. Igen. Már a hóember alakot korrigálták. Tudom, erről igen, mert lapos. Tibi, mindent tudok jó, róla. Akkor jó. Mindent tudok mikor róla. Azt mondta, hogy a következő időszak legfontosabb feladata megtudni, hogyan jöhetett létre egy hóember alakú kavics. Most kéne a neve, de mondjuk hívjuk Timnek. Tim. Tudod-e, hányféle alakú kavics kering abba a kibaszott Kuiper övben? Több milliárd. Lehet, hogy van. Csibe alakú, giliszta alakú, mondjál még ilyeneket. A te fejed alakú, az én fejem alakú, hangyafasz alakú. Autó alakú. Autó, szék, kabát. De ráadásul egyébként nem is tudom, az egy fél évvel ezelőtt volt, amikor meg egy olyan keringő objektumot találtak, vagy nem tudom, mit csinál, amelyek ilyen hosszú szivar volt, és úgy nézett ki egyébként nagyon távolról, mintha egy ilyen szuper űrhajó lenne. Tehát ilyen Star Trek-es űrhajó. Ennek csak a címét, fél éve volt. Ennek a címét olvastam, és az volt, hogy talán, hogy még nem dőlt el, hogy ez egy idegen civilizáció, vagy egy kavics. És bász meg kiderült egy kavics. Nézd már. A NASA-nak, jó, ha kicsit elengedem és ellazulva kezelem ezt, akkor a NASA-nak végül is vicces ez a vergődése. Ahogy próbálja, aztán nem tudom, hányan dolgoznak a NASA-nál, mint 2000-en. Nem, sokkal többen. Jó, de mondjuk értelmes munkát, tehát mint amilyen a személy. Mondjuk egyébként szerintem a NASA-nál az értelmes munkát, azok a takarítók, a konyhásnénik. Nem. És a többiek végzik. A tudósokat én nem veszem ember számba. Azért se, a GPL-eseket se. Kiket? Hát a GPL-eseket. GPL? GPL. Az a Jet Propulsion Laboratory. Azok mit csinálnak? Hát ők rengeteg kutatást folytatnak, tehát nem ilyen típusú. Ezzel még nem győztél meg. Hát ők sokkal inkább mondjuk az űreszközök, az űrben használatos eszközök fejlesztéséről foglalkoznak. Jó.
Mondjuk, ha látnám már bármi hasznát, akkor esetleg még jobban dolgozott, szeretném őket. A Telerede, ő volt nagyon sokáig egyébként a GPL-nek a vezetője. Tényleg? Igen. Telerede a NASA-nál dolgozott? Igen. Tényleg? Tényleg. Tényleg? Tényleg. A NASA-nál? Tényleg. Telerede? Tényleg. Igen. Tényleg. A NASA-nál? Telerede. Jó. Na mindent, ott azért végeznek hasznos munkát. Jó. Oké, okay, de érted, amit mondok. Igen. Végül is az, hogy például az, hogy az Opportunity, az... Nem az fényképezte most le a hóembert? Nem, az, nem az, a Marson van. És ő, hát annak merültek ki most az elemei? Most múlt ki, szegény. Tehát most síratták el. Képzeld el, és már lehet, hogy rám is hatása van a NASA-nak ez az ócska médiakampánya. Képzeld el, megsajnáltam szerencsétlen eszközt. Megsajnáltam. Mert eddig ugye szegény, hát hívjuk a robotnak. Igen. Robot az... A robot, csak nem ember alakú robot. Hogy eddig megvolt az a pislákoló kis... Remény. Hát nem is reménye, hanem hogy amiért érdemes élni. Hogy hát ha nagyon lassan is, de hogy volt egy ilyen kis kapcsolata az emberiséggel, az alkotó atyáikval tudta tartani a kapcsolatot. Jó, hát korlátozottan, meg sokat kellett várni a válaszra, kimerült az elem, és kurva egyedül van. Tibi, ennél inkább egyedül nem lehet már. Majdnem azt mondtam az ember, de... A robot. De a robot. Se. Megsajnáltam szegény kis eszközt. Mert egyébként is olyan kis aranyos. Jó nézett ki egyébként. Nem nézett ki jó, de olyan kis aranyos. Nekem tetszett. Hát olyan kis bombornyák. Bumfordi. De ahhoz képest, hogy 90 napra tervezték a működését, ahhoz képest 15 évet húzott le. Nem, az a baj, téged is megvezetnek a hülye názások. Nem, azt pontosan tudták, hogy kurva sokáig fog működni, csak azt reklámozták, hogy ezt 90 napra tervezték, és bazd meg, de kurva sokáig működött. Nem 90 napra tervezték. 90 napra ezt úgy tervezik, Tibi, hogyha én úgy terveznék mondjuk egy hidat, hogy amikor kiszámolom, hogy milyen rudak kellenek ahhoz, hogy összerakjam a rácsot, akkor megszavazom hárommal. És akkor azt mondom, hogy na, milyen sokáig bírta, pedig nem tudom én. Na jó, Tibi, hagyjuk a názát. Ja, meg ez meg mai hír volt, hogy van, mi ez? Műholdból kilőttek egy cigonyt? Ezt láttad? Láttam. A videó is van. Ami űrszemetet szed. Hova szarjak komolyan? Tényleg, kilőttek egy cigonyt egy műholdról. Tehát kering a föld körül, én nem tudom hány megatonnányi űrszemét. És most ott tartunk, hogy sikerült egy cigonyt kilőni. És eltalálta. Hát a műhold által előre odarakott valamit. Tehát 5 méter előtte ki a cigonyt, csak mondom. Na jó, hagyjuk ezt, nem, majd... Figyelmeztessél mindenképp, amikor te úgy érzed, hogy valami releváns információt jó. kaptunk a NASA-tól. Én most beszüntetem a NASA jó. hírét. Én figyelem. Továbbra is. Tibi, nem akarok már más mondani. Nem mondod. Jó, ez még utoljára kis színesnek. Tibi, olvastad azt a hírt, hogy egy etióp zenészt lelőttek véletlenül a koncerten? Ja, igen, ezt olvastam. Ez mi már? Mi az Isten zajlik Etiópiában? Hát eleve, hogy minden szám után 50-60 sorozatot lőttek a nézők. Majd az énekes figyelmeztette őket, hogy nehogy lelőjék egymást, majd lelőtték őt. Igen, de véletlenül. De tényleg, ha én etióp lennék, figyelj, akkor én hazámban nem látogatnék koncerteket. Minden koncerten ez van? Mert a hírből nem derült ki. Hát figyelj, nyilván. De ez valami népszokás Etiópiában? Hogy fegyverre járnak az emberek koncertre? Fura egyébként. Neked milyen kép él? Egyébként ez tényleg fura. Használjuk a fura szót. Milyen kép él benned Etiópiáról? Etiópiáról megmondom mi. A hosszú távfutók. Azok a kenyaiak. Hát meg az etiópok. Meg az etiópok. Igen. Azt tudom még, hogy Afrika nyugati partvidékén van Etiópia. Szerintem nem sokat tévedtem. A keleti. Szerintem nyugati. Én mindenképpen keletre tenném. És mi van, Tibi, hogyha egymásnak háttalálunk? És ami nekem kelet, az neked nyugat. Aki gyerekek, akik hétfőn dolgozatot írnak földrajzból, ne ebből induljanak ki, amit most mondtunk. Vicc volt. Jó, szerintem meg. De tengerpartja van. Tengerpartja és sivataga is van. Tehát nem Közép-Afrika, nem Fekete-Afrika. Hát fekete, de... De nem belső Afrika. Hát nem belső Afrika, igen. Tehát Afrikának a keleti oldalán van. Abszolút úgy ért bennem, hogy ez elefántcsontpart alatt van. Nem. Pont ez az ellenkező oldalon? Igen. Jó, a tárgyalhatóság szempontjából szinte mindegy. Akkor megmondom, mit tudok még. Az etióp népzenét imádom. Ezt még a civil rádióban, akik utánunk jöttek, mondjad. Szalsza Józsi meg
meg a másik srác, akik mindenféle ilyen world musicot játszottak, ott rengetegszer volt etióp, és imádom. Például az egyik kedvenc szaxofon művészem is etióp. Nem jut eszembe most a neve. Adás zene is volt már. Hát ezeket tudom Etiópiáról. Na mindegy, Etiópia nagyon sokáig. Meg hogy éheznek. Igen, tehát hogy erről volt hír, tehát hogy ott igen. Aztán izé. És képzeld el, az elmúlt 10 évben gyökeresen megváltozott a helyzet. Mondjak egy végtelenül gusztustalan viccet, ami akkoriban járta. És én sajnos egyszer nevettem is rajta. Hogy megy az etióp gyerek nyaralni? Faxon. Jó, hogy nem nevetek. Ez annyira szar. Igen. Hogy megváltozott a helyzet, tehát Etiópia elkezdett fejlődni. Nem mondod. De, bizony. Etiópia milyen gyarmat volt? Semmilyen? Olasz. Ja, akkor ez ilyen szarok. Ha franciák vagy az angolok, azért valamit csináltak volna. Az olaszok próbálkoztak, de nem, nagy sikereket nem maradtak tulajdonképpen. De nincsenek ásványkincsek. De vannak. Vannak? Vannak, na, csak igen. Nehéz elérni. Na mondjad akkor, mit kell tudni Etiópiáról? Ja, hát... De azt nem tudod. Azt így nem tudnám. De nem csak valami. Az, hogy, tehát, hogy az ellen, tehát, hogy az az Etiópia kép, ami ugye bennünk kialakult, hogy nyomor, igen? Csoncs, sovány gyerekek, igaz? Az már nem igaz. Tehát, kis hogy pufók az, szüzek? Hát hogyan is kis pufók, de hogy azért jelentős előrelépés történt az etiópiai életminőségben. Képzeld el, hogy ezt mindenféle gúny nélkül mondom, hogy én tökre örülök. Na, ez jó hír. De hogy ennek, jó hír. Ennek a következménye az, hogy zenészeket lövöldöznek le koncerten, ja. Vagy nem, azt nem tudom. Szerintem nem. De szerintem ez még annyi, tehát visszamaradt még, amikor nem volt rendes közigazgatás, és tehát hogy tényleg mindenkinek volt fegyvere, mert végül valahogy mégiscsak meg kell magukat védeni. Azt én értem, hogy mindenkinek van fegyvere, de miért kell azzal lövöldözni koncerten? Miért viszik a koncertre a géppisztolyukat? Hát és miért lövöldöznek vele? Hagyomány. De milyen hülye hagyomány már? Jó, de hát ilyen hagyomány még Európában is van. Hát törökök? Már kik lövöldöznek nem, még? Szerbek szerettek lövöldözni. Igen. Igen, ott is, igen. Amikor esküvőn lelőtték a mennyasszony, vagy a vőlegény, nem is tudom. Ennek a hírnek is a vége az volt, hogy etióp hírnek, hogy ez nem ritka az ilyen esemény, tehát... mert hogy egy esküvőn a vőlegény meghalt, mert a tanúja egy kézigránáttal játszott. Hát ez... mi az Isten van? A fura ez. Nagyon furcsa hely, Fibi, nem menjünk Etiópiába turistáskodni. Hát elmennék szívesen. Csak nem menjünk koncertre. Csak koncertre nem menjünk. Meg esküvőre. Figyelj, te nem félnél egy olyan koncerten, ahol minden nézőnél géppisztoly van, és minden szám után 50-60 sorozatot lőnek? Figyelj, tehát én már eleve attól is félek, tehát hogy még csak koncert sincs. Tehát, hogy ha már valaki géppisztoly van, már én attól is tartok. De te elmennél egy koncertre, ahol mindenkinél géppisztoly van? De hogy mennék. és bár egy géppisztoly van, és nem fél használni. Pedig érted, állítólag a levegőbe lődöznek. De aztán érted, elesik. Megbotlik, meglökik. Tudom én. Szörnyű, ezen ne rihegjünk, röhögjünk. Szólni kéne az etiópoknak, hogy ez de egy nagyon hülye népszokás. Afganisztánban is. Ott is. Van ilyen szokás. Tehát szokjanak le erről. Igen. Hogy mindig össze-vissza lövöldözik. Nem azért szokjanak le erről, mert nem tudom. Hát az ő érdekükben mondom. Persze. Nem azért, hogy én elmehessek egy etióp koncertre. Á, furcsa ez, Tibi. Na, zárjuk le mai adást, kapsz egy házi feladatot. Igen. Következő téma a házi feladatod. Te, mint a szörpök nagy ismerője. Igen. És beszéltünk is erről, hogy már-már jobban szereted azokat a mesterségesen előállított szörpöket. Hogy azok még talán finomabbak is, mint egy eperből préselt szörp. Jobb az, amit kémikusok, hát, a kis óvatos kezükkel, a finom motorikus mozgásukkal összeállítanak neked. Tehát, hogy penetránsan jobb. És azon gondolkodtam, Tibi, és eszembe jutott a gyermekkorom. Ja, mert megmondom, hogy hogyan indultam ki. Vettem egy sampont. Mely sampont eddig nem vásároltam. Ez az egyik, már nem tudom melyik ilyen illatszer volt, vagy nem tudom, ilyen háztartási boltnak a saját márkás samponja. Olyan gyönyörű, szívet melengető. Belekönnyeztem, komolyan mondom, olyan orgona illatú volt a fejem. Tudod, mi ez, Tibi? Ballagás illatú. Tehát ballagás illata volt a samponnak. Minden régi emléken visszajött. Gyönyörű volt. Nyilvánvalóan nem az árokparton leszedett orgonából készítették ezt az illatot, hanem gondos vegyészek. Készítették kicsin kezeikkel. Megmondom, mi a kérdés. Igen. Ja, aztán van ez a hír, hogy... Ja nem, ez nem hír. De például... Tehát illatot.
Most össze-vissza beszélek. Igen. Mi a feladat? Tibi, ne igazolj vissza, hogy össze-vissza beszélek, tudom magamtól is. Szóval mindenféle illatot, ízt elő lehet állítani. A kérdésem az, van ennek bármi korlátja? Tehát a létező, mondjuk a Földön, természetes módon létező illatot és ízt is mind létre lehet hozni kémcsőben? Mert ezek csak vegyületek. Igen. És ha a természetben létrejött, akkor nyilván ezt létre is tudjuk hozni. Így van? Így van. Így képzeljük, nem? Így van, ez így is van. Akkor, de például mondjuk anyagokat is. A természetben létező anyagokat is. Na és itt jött az ellentmondás, most jutott eszembe, hogy mondom, hogy azokat meg nem lehet mindet létrehozni, mert aranyat nem tudunk csinálni. Hát tudunk. Nem tudunk, mert hogy bár... Csak nem éri meg. Bár a természetben létezik az arany, de hol jött létre? Egy csillag belsejében. Mert ott voltak olyan nyomás és hőmérséklete viszonyok, ahol ez az átalakulás megtörténhetett, hogy az egyik elemből a másik elemmé alakult. Tehát ezt nem tudjuk. De akkor szűkítsük le a kérdés, hogy Tibi, az összes a Földön létező illat és íz előállítható-e tökéletesen vegyi úton? Jó. Jó? Ez egy látszólag érdekes kérdés, aztán lehet, hogy a megoldás egy, igen. egy bővített mondat. Igen. Igen, de ritka. Na nézzük, van-e szolgálati közleményem, amit mindenképpen szeretnék elmondani, ne zörögjél, légy szíves. Tibi, mi lesz a sakkpartinkkal? Hát figyelj, most Mondd el a hallgatóknak is, amit nekem elmondtál. Inkább ők pofozzanak meg, mint én. Hát, egy hete keresed a sakkbábukat, és nem találtad és meg. És nem találtam még meg. Jó, mi a megoldás? Hát vásárolok. Mikor vásárolsz? Mit tudom én, holnap. De nem vásárolsz holnap, Tibi. Mindenki várja, hogy elinduljon a sakkparti. Jó, mindjárt elindul. A sakkparti a következő lesz, nem tudom, ez elhangzott-e már adásban, vagy csak mi háttérbeszélgetésben igen. beszéltük meg. Következő lesz minden nap egy lépés, tehát én lépek hétfőn, te kedden, én szerdán, te csütörtökön, pénteken, szombatban, és így tovább, és ez 7 darab lépés lesz egy héten. Ez igen. könnyen kiszámolható. Viszonylag egyszerű. Ebből mindenki, amikor lép a saját telefonjával, egy pici videót rögzít majd erről, melyben lamentál, tehát például, ha én léptem a király G1-ről F8-ra, biztos nem tud lépni ilyet a király, persze, hogy nem, de tud, na mindegy. Én ezt lépem, ezt megüzenem neked, akkor te onnan elindítod a felvételt, te leléped a saját tábládon, amit én üzentem, hogy lépek, és akkor te azt mondod, hogy mit akar ez? Támadja a parasztomat? Vagy mi van? És akkor lamentálsz, és aztán... Majd kis gondolkodás után... Mottod adok. Kis gondolkodás után pedig te a válaszlépésedet is megléped, és ez a kettő lesz rajta a videón. És ezt a 7x1 percet fogom én összevágni, és minden héten, mondjuk minden hétfőn a kedves közönség, ki feszülten figyelemmel kíséri a sakkparti alakulását, meg fogja tudni, hogy az elmúlt egy hétben milyen lépések történtek. Ez a tervem. Jó. Ez rögtön megkiúsult azzal, hogy nem találod a sakkbábúidat. Nekem itt van bent már a sakktáblám, a bábúkkal együtt felőlem kezdhetjük. Jó. De komolyan veszette, hogy lesz ebből a sakkpartiból valami? Persze. És annyira komolyan, hogy holnap vásárolsz? Vásárolok bábút. Jó. Oké. Na nézzük, mit írtam még föl. A Patreont már mondtam. Szerintem mindent mondtál. Nem mondtam mindent. De nem mondtam mindent. A Twitterre iratkozom már föl, aki azt is még mondtad. Nem iratkozott föl, ne veszélj bele. Hátizsák pólószatyor, mondtam? Uh-huh. Fotózás, mondtam? Mondtad. Mondom, hogy Peti mérges, mondtam? Mondtad. Karácsonyi ajándékot megbeszéltük. Tévéokosítóhoz megvetted már a billentyűzetet? Már párosodtak. Megvetted a billentyűzetet? Megvetted a billentyűzetet? Milyen billentyűzetet vettél, Tibi? Hát egy ilyen kis pici. Ne mutasd. Milyen márkájú? Nem Evok, de majdnem ilyen neve. Evok? Nem Vuki? Nem. Párosodtak? Párosodtak. Nagy nehezen. Kellett frissítenem egy kicsit a... De most igazat mondasz? Persze. Jó. Tudod még mi az, hogy szombaton? Szombaton párosodtak. Szombaton párosodtak. Jó. Na, hol lehet minket megtalálni? Telegram, Periscope, iTunes, Spotify, Patreon, YouTube. Ilyen sok helyen. Mindegyiket érdemes felkeresni. Mindenhol van valami. Aki meg nem tudná, a YouTube-on is minden adásunk fent van.
kurva sok munkám van most már. Ez annyira hülyeség volt bevállalni, hogy mindenhova mindent kirakok. Jó, mindegy, most már elkezdtük, akkor csináljuk. Elég sokan nézik. Na. Valami 80 ember. Azt megnézte. Na mondjuk abból a 80 emberből lehet, hogy 5 másodpercet nézett 79, ezt nem tudom. Na, búcsúzunk mindenkitől. Ez megint egy kicsit hosszabbra nyúlt, mint terveztem, de legalább mindent megtudtunk a klímaegyezményről. Tibi, jövő héten lesz adás, nem lesz adás, mert ezen a héten lesz adás. Ezen a héten. Pénteken megyünk fotózásra. Ahhoz melyik házi feladatot nem teljesítetted? Ezt is mondd el a hallgatóknak. A fodrászt. Se, meg a másik mi volt? Kétszer is írtam, hétvégén is. Ja, a kutya fényképezés. Igen. Hát hol van az még? Nem. Azt kértem, és mondtad pénteken, hogy jó, hétvégén mindenképp, ez elmaradt. Van még 3 napunk. Kétszer a csütörtök. Jó. Jó, kérlek, ne pofozz meg, azért, mert nem csináltad meg, amit megígértél, ezért ne bánts. Hát nem tudtam megcsinálni. Nem kell megbagyarázni. Csak legyen meg. Azt mondom. Jó. Na, ezt én mondom. Búcsúzzunk. Szerintem is, mert most már kezdek ideges lenni, megy fel a vérnyomásom. Na, ölelünk, csókolunk mindenkit, szevasztok. Szevasztok. Az idő előre haladott. Szeretnék végül is köszönetet mondani a hírközlőszervek embereinek és a technikai feltételeket biztosító ellátószerveknek. Jó egészséget, minden jót, sikereket kívánok mindnyájuknak. Deine Lieblingsband. Wir sind deine neue Lieblingsband.